Na hát, sziasztok! Visszajöttünk ismét csak! Ismételten. Már ez a harmadik próba? Igen. Igen, ugyan. Három vagy igazság, plusz, hogy ráadás. Meglátjuk, ez a harmadik próba most már. Azt már meglátjuk, hogy mi lesz, srácok. Én nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog. Most úgy kezdtük, hogy jól kezdtük. Volt egy, mi az már videokártyád, update, amit ezt leszelett. Az még bezavarhatott egy kicsit. Más. Én erősen kétlem, de jobb ötletünk már nincsen. Igen, más ötletünk igazából nincsen. Most ebben az első egy percben nulla dropunk van, úgyhogy élvezzük ki. Szívjuk magunkban Rolly kinézetet. Az előbb 10 percig nem volt dropunk. Szívjuk magunkban az eszti kinézetet, aztán ha nem sikerül, akkor ezt tartsatok magunkba, és majd jövünk legközelebb. Mert egyszerűen nem tudok más kitalálni erre. Rá kell jönnöm, hogy mi a probléma, de igazából kőzöm sincs, megmondom nektek őszintén. Rendben, köszi szépen, hogy itt voltál, Genyó. Köszi, hogy itt voltál. Na, Roli is visszatért, menjünk tovább. Bizony, visszatértem én is, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez az van corrupt nódom, az kell is nekem, mert... Na, ne dobálják, kaki, jó? Kaki dobáló. Tekercs el dolgozunk éppen. Azt meg tudom, hogy most nézem, hogy mit írt Genyó. Visszaérzem. Figyelj, felülünk, vissza is érezheted, nem? Úgy. Mi mindig jól érzünk téged. Most. Jössz egyébként? Úgy ennyi. Ugye akármennyire hülyen néz ki, srácok, egyről úgy néz ki, hogy a videókártya update volt a problémája. Aminek... Figyelj, az előbb is 10 percig jó volt, úgyhogy mindenki javáljuk el. Na, akkor már voltak apró frame dropok, most nulla, most az FPS az szolid 60. Ez előfordulhat, de nem tudom. Na mindegy, visszatértünk, Rexeket húzunk éppen föl nagyra. Aztán meg megnézzük, hogy megye majd a titán, vagy nem. De szerintem menni fog. A barlang az, abban jók leszünk. Vagy a jobb rangban. Én nagyon jól érzem magamat, meg jól érezlek benneteket is, srácok, úgyhogy főleg Zsutit nagyon jól érezzük így a harmadik hónapban is. Jó téged érezni, Zsuti. Így 3 hónap után is. Ez elég hülye jött ki, de tudod, mire gondolok. Futáson nagyon gyorsan fogy a stamina. Gyere, Maci. Hadd nyalintalak meg. Azt mondom, hogy összenyalogatod a macikát? Összeám. Ugye, megvan. Igazából egy órával később sikerült elkezdenünk a streamet, mint ahogy terveztük volna, srácok, de hát ez van. Egy sajnos... órával? Aha. Ó, bakker, tényleg. Jól ment az idő. De már volt egy kis Subnautica előtte, úgyhogy remélem ez akkora problémát majd nem okoz nektek. Van ott egy Rex. Udud. Hát, itt volt egy Rex. Tényleg fiú-lány párost hoztunk legalább? Arra nem is gondoltunk. Nálam lányban. Nálam... Nem tudom. Nálam is. Bakker. Na, most mindegy. Na, nem baj, az a boost, ez jó volt. Ja, a mid booster az nagyon jó, de nem feltétlenül szükséges. Szerintem. Ekkora kaliberű jószágoknál már. Hát azért nem árt, ha van. Ez így van, jobb, ha van. Ja, Isten, de örülök neki, hogy ez... Oh, meg milyen jó ciszák vagytok ti itt. Jó felejövök egyébként? Nem. Na most jó, nem mozdulj, Dani. Úgy. Igen, most, ha minden igaz jó lesz, vagy legrosszabb esetben nem. Az előbb is bírta 10 percig, ugye? Ha túl légy a kritikus 15 percet, akkor biztos, hogy jó lesz. Na, rögjétek, srácok, hogy így jött ki a lépés, így kb. Egy órával később alkozunk, mint ahogy kellett volna, de... Ugye még nagyon újak vagyunk mi is, sajnálatos módon én még mindig tanulom ezt, szóval nem vagyok atomprofi a Twitchben.
oda kell figyelni minden apró kis dolgokra mellette, úgyhogy majd meglátjuk. Én egyébként ezért parázok attól, hogy egyedül streameljek, mert még Roli is tanulja a programot, én meg aztán semmit nem értek hozzá. Tehát, bármi probléma van akkor, amikor egyedül streamelek, a jó is se tudja, hogy fogom tudni megjavítani. Tehát így, ennyi. Ne, igazából sokkal több Roli van akkor, hogy a több gépen streamelsz egyszerre. Ha egy gépen streamelsz, akkor általában a problémák eléggé reduce-olódnak. Hát figyelj, itt leszel velünk, Dani, akkor lesz egy órával több stream. Én benne vagyok ebbe az alkuba. Holnap nem dolgozunk mi esztivel. Holnap ilyen szabad-szabad napunk lesz, végre kiveszünk egy napot csak ketten. Olyan szabad napunk lesz, amikor nem is streamelünk. Úgyhogy... Ja, amit valószínűleg ágyban fekve fogok tölteni. Úgy. Kikurálom a betegséget. Semmi perverségre ne gondoljátok, csak kikurálja magát a betegségbe. Úgy. Na, mikortól lesz, Suli? Még gondolom reggeltől hülye kérdésre hülye választ, tudom, bocsánat. Viszlát, genyó! Ali, genyó! Viszontlátásra! Jó napot kívánok! Úristen! Az iskolás köszönések. Az iskolás köszönések esembe jutottak. Itt egy ácsi. Már szintű? Jó, 115-ös. Nem olyan nagyon. Nope. Rendben, Dani, addig mi is leszünk, az biztos. Hogy meglepő módon, srácok, azt kell, hogy mondom, egyelőre nem fogom megkiabálni, de úgyis. A hiba mi készülékünkben volt egyelőre. Ezt örömmel hallom, mert ezt meg lehet javítani. Igen, egyébként ez volt az utolsó dolog, amire gondoltunk. Ferenc se hitte, hogy ilyen pici dolog ekkora gondot okozhat. Holnap meg egy nagy nap lesz, mert írnunk kell magunknak egy ilyen listát, tudod, hogy mit csinálunk stream előtt, egy ilyen checklistet. Amit lesz, itt fog valahol hengelni a monitoron, és ezt mindig megcsináljuk majd. Halli? Ó, na végre, Daisy! Most már jó lesz, ígérem, nem fog fájni, jó lesz. Zsuti, ha te itt leszel hajnal 4-ig, akkor majd látod az offline képernyőnket. Vagy visszanézhetsz olyan részeket, amit még nem láttál. Szerintem nincs olyan. Valaki hátulról nyalogatja rendben, a talpamat. Rendben, jövök, intézem. Aztán igazából ennyi. Miről beszélgettünk előtte? Igen, laposföld hívőről. Hatalmas dolog az olyan. Oh my god, ne! Nagyon betegek. Kéne az a meat boost. Már megint hátulról. Beléd akadtam, úgyhogy nem bírok menni sehova, és ütnek. Hát én meg ütöm a polába, ez nem ugye. Wow, ez azért kemény. Jött egy tizen pár szint hozzá. Na. Hát pusztuljatok már meg, valaki hátulról ma megint. Nagyon szeretnek engem hátulról ütni, az anyátok filit. Imádják. Hey! Ó, lehet, hogy kell már egy kis gamma a srácoknak. Szólsz anyukádnak? Jó van, akkor meggondoljuk. Bocsánat, gamma 3-as volt, ne, gamma 3-as lesz most. Úgy, van 4 még itt. Kicsit helt ezek. Oké, és én is egy kicsit. Hát bízok picit. Elfezünk egy kicsit. Na úgy. Az oxigént nem követ... Az oxigén engem se köt le egyébként. És... Tartozom egy vallomásra a gyerekek, játékkrízisben vagyok éppen. Igen, ezt megpróbálja, hogy mivel játszol egyedül. Elég komoly játékkrízisben vagyok. Én tudom, mivel szeretnék játszani, csak ez nagyon időigényes, úgyhogy nem tudom sajnos beiktatni a programba. Úgyhogy valami kis fun, egyszerű, kis lazulós játékot kéne keresni. Mert ugye most gyakorlatilag csak túlélős kompetitív játékokat játszunk, nekem meg kéne valami kis ilyen chill-out-os játék. Ez is nem találok semmit. Hearthstone az! De amikor ez is kompetitív. Azon fölbaszom magam.
Ez az, na azt, ne, Daisy, én Minecraft hozzák nagyon szívesen, de már több játékot nem tudok felvállalni. Már Oxygen Not Included ezek, Subnautikázok, Ark, Atlas, néha lövöldözünk, még egyszerűen nincs rá idő, nincs rá lehetőség. Én nagyon szeretnék mindegyiket játszani, mindegyiket ilyen játékkal, mert imádom őket az összesen. De egyszerűen nem tudom, mert tényleg nincsen időm rá. Igen, valami olyan kéne, ami nem annyira időigényes, tényleg csak ilyen kis chilloutos játék. Valamilyen kis tudod, ilyen kis tingilengi. De amúgy meg Ark-ban most éppen azt csináljuk, nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogyha ilyen force feed-el az állatolat az inventory-ba átnyomsz, akkor az a gyors parancs rá, hogy kaját adjon, gondolom ezt mindenki tudja, és a force feed-el akkor jön vissza a HP-ja atom módon. Igen. Úgyhogy éppen most azt csináljuk, hogy feltöltődjön a HP-ink. Sniper elit. Figyelj, még nem tudom. Ezt is lehet sniperkedni mondjuk. Az is kompetitív. Az ilyen végigjátszós. A gép ellen mész ott. Igen? Aha. Rákukkantok, Suti. Az nagyon jó, játszottam több részével is. Kitolhatnál az elejétől ilyen az legelső sniperet, és utána az összes. Azt hiszem, van 4 vagy 5 része neki. De az sem szerintem ilyen chilloutos játék az, lesz. Nekem az ilyen nagyon chilloutos, hogy ilyen missionek vannak ilyen tök messziről felbe kell ülni valakit, és akkor így látod, le van animálva az egész, hogy eltalálja a golyóval, innen nagyon jön. Ja, ezt ki. Tudom melyik, ezt láttam. Játszottam már egyszer még régen vele. Rákukkantok. Köszönöm, Zsuti. Én amikor általában játékkrízisbe kerülök, akkor azt jelenti, hogy rámegyek a YouTube-ra, természetesen YouTube-ra, beírom a 2018-as, 2019-es az utolsó évek játék, legjobb játékait, és végignézem őket, és akkor abból kitalálom, hogy szevasz, Sategi! Mizu, Csajci! Jó látni téged! Tudom, minket is. Azért van itt. Ügyölt egy kicsit a stream, úgyhogy most elvileg meg van javulva, már 12 percre fönt vagyunk, és eddig nem volt probléma. Ja. Na jó, nem, 0,1% frame dropunk van, de az szinte nem is számít. Na én most egyre jó vagyok, mehetünk tovább részemről. Csak sikerült, nem adtuk fel. Visszatértünk King. Ahogy az a titka a dolognak, hogy ne add föl. Na. Na meghalt a Yeti is. Na. Gyerünk, ez is megvan. Ups. Gondolkoztunk már rajta, ez rajta van a listánkon amúgy meglepő módon. És szerintem is egy nagyon jó játék. De az multiplayer, nekem single player kellene, amit olyankor tudok játszani, amikor egyedül streamelek. Azt egyedül is lehet, van ilyen campi mondja is. Van? Aha. Na. Lehet, hogy nem álltam majd egy kis fény az éjszakában. Gyer. A sok Yeti után majd. Most sok Yeti van, azok sok szinten adnak. Ja, múltkor nem volt szinte egy se. Ne, nem nagyon jött be ez a scary game vonal esztinek. Az nem klautos. Gyerünk. Na, az anyád. De feladtam. Arra mész egy kicsit, akkor kibírok jönni, totál fel vagyok akadva. És én nem bírok neked segíteni. Köszönöm. Bírsz menni? Most már jó lesz, igen. Csak egy kis turning radius, még nem az igazi. Az anyád. Ha pusztulj már meg. Jövök. Üldöznek. Szed le rólam őket. Delilah ez a Yeti, oh my god!
Állam ugyanakkorán sebzünk, hallod. Az ilyen farmos játékokat szereted, van ilyen farm together, ahol ilyen vetni, aratni kell. Az ilyen kis chili game. Au, 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 au. Talán hápizok egy kicsit. Mondom, hápizok egy kicsit. Még 17 szint. Neked is kéne HP-zni. Ugye én is HP-zok, csak még megadom ezt a... Sardu Valley, az milyen chili játék, ezt nem ismerem, nem is hallottam még. A Fishing Simulator az nem lesz, az biztos, de Farming Simulator az lehet. De mondjuk a Farming Simulator az se Pestinek a legkedvencebbike. Chill out, de annyira nem chill out. Ez a chill out játék kell neki, de annyira azért nem. Hoppá. Na most már eszünk. Úgy. Azt mondja, mindjárt meg lesz az a két rex is, amúgy max szintem. Aztán lesz majd mennyi? 6? Igazából. Mi 6? Felszintezett? Azt hiszem, annyi, ja. Hozhatunk volna magunkkal egy malacot megint. Pont ugyanannyi a vizénk. Micsoda? Miri damage-ünk. Annyi, hogy én tettem egy kicsit sztaminára. 1606,5. Tettem pár szintet sztaminára. Ó, én ezt nem szoktam sose. Köszi, King! A max szintjük azt hiszem 333 plusz 2, 335 lesz ennek. És most állunk 324-en, ugye? De 323-an. Micsoda? 323 mi? Szinten. Kérdezték, hogy mekkora... Dani kérdezte, hogy mekkora a maxin. 335. Csak kiszámoltam, hogy az előző maxintűek shrekszeink azok 333-asok lettek, de azok 260-asok voltak. Ezek 262-esek, úgyhogy ez 335 lesz. Igen. Akkor hogy jött ki neked 323? Mert te most 323 szintű vagy, én meg 324-es. Ja, igen. Jó, van, lassan. Csak leesik. Egyébként max szint, nincsen max szint. Minél többet breedred őket, minél több mutációjuk, annál magasabb szintűek. Igen. A befogható max szint az 150, Tekrexnél 180. Mennyi a max szint? Nem tudom. Nem emlékszem. 175 volt aztán, amikor befogta őket? Mi? 175-ök voltak, amikor nem, max szintűek voltak. Mert én arra gondoltam, hogy az a 175 volt a max szint. Nem. A Tekrexnek magasabb az alapszintje. A 150 az alapszintű. Nem. Rexeké magasabb. Tekrexeké. Igen, azért mondom, hogy 175-esek voltak, amikor befogtuk őket. Nem, 180 valamennyi. Nem. Nem? Gyerekek, szávasz, Robi! Segítsen. Vagy a Rimworld. Á, Rimworld az nagyon összetett, az nagyon bonyolult túlélő, és az nem tetszene Esztinek, az olyan oxigénes, az nem, neki nem jönne be. Nem, túlélős nem. Nekem bejön a Rimworld is, de azt már még mindig nem tudom bevállalni. Valamelyiket ki kell játszanom, vagy a Subnautikát, vagy az oxigént, és utána jó leszek. Tényleg, hogy haladtam a Subnautikával. Na, hogy nagyon jó, végre. Ugyanazt megcsináltam, mint a múltkor, egy kicsit jobban. Na. És végre már sikerült felupdatelnem a Simotot is. Éppen elbetűt nyomunk a Rexek inventóriában, és éppen most szintezzük fel a max szintre ezt a két Rexet. A Force Feeder-et, akkor gyorsabban megy fel a HP-ja, és eléggé leütötték a HP-nkat, úgyhogy kell egy kis
force feed, hogy ne halljanak itt meg nekünk a barlangban. Bizony, ezt most nem bírták úgy, ahogy előtte, de, de egész jól haladtunk az étel. Mert nem figyeltünk arra oda, hogy fiú-lány pároshozzunk, hanem egy-egy lány van. És a fiú-lány párosnál kapnánk négy busztot, úgyhogy ez sokkal jobb lenne. Egy is simán föl tudjuk őket szintezni, tehát nem lesz gond, csak hamarabb lemegy a HP-jük, hogy egy picit többet kell majd HP-zni. Sajna bajna. Valaki kapja elő gyorsan a számológépét, és számolja ki, hogy mennyi akkor a maxint. Nem tudom, mennyi századalnak a 20%-a. A 15 az 175. Maximum. Azért 160. Mondom, hogy 180 valamennyi. Mi? Azért mondom, hogy 180 valamennyi. Nem, hát a 10%-a, az 15, az 30 lenne, az pont az 80 lenne, de egy kicsit alatta van, úgyhogy... Szerintem nem voltak 180-asak, már nem emlékszem, hogy már annyi szintűek voltak, amikor befogtuk őket, de nem volt 180-as. Ha összenézem egy videóban, szerintem biztos... Hát, hogyha 20%, akkor az 180 pont. Szerintem 175-esek voltak mind a ketten. Tudom. Ebben szinte teljesen biztos vagyok. Vagy nem, de, de igen, nem, tényleg biztos vagyok benne. Várjuk, hogy le... járjon a... Azt próbáltuk, Savas the Crowd, már rég láttunk a ringben, hogy vagy? Megvárjuk, meg kell várnunk, hogy lejárjon a sivatagi titánnak a számlálója, abból elméletileg van még durván egy óra hátra, úgyhogy ezt szeretnénk ma megint leütni, mert ugye Roli múltkor túl messze volt és nem kapott meg tőle semmit. És a rexeket azért szintezzük, hogy utána mehessünk velük a következő titánra. Vagy a zöld titán, csak megköszöntem annak, aki itt volt. Tudom, csak mondat kezetén voltam, bocsánat. És főleg, hogy elfelejtem, hogy mit akarok mondani. Ma lesz pár szó ilyen, szokjatok hozzá, bocsika. Annyi a kérdés, hogy mennyi a Tekrexnek a max szintje? A befogható max szint. Ott vesztünk el egy picit. Bizony. De a Tekrexnek a max szintját. Én 175-re emlékszek, hogy betémeltük őket, de nem vagyok benne biztos. 180. Lehet, hogy nem nekem van igazam, de tudjátok, milyen vagyok. Úgy emlékszem, hogy maxszintes volt a... Igen, maxszintes 175 volt. Azt volt, kettő ugyanolyan találtunk én most már. Én magamnak hiszek. Gyerekek, valaki, aki ráért, nézze már vissza. Na még egy 180-ot fogok itt látni, akkor esküszöm, hogy... 180-ra volt max. De szerintem 175 volt mind a kettő, amikor befogtuk őket. Meg fogunk keresni, csak azért is ezt a részt kíváncsi vagyok. Megvan szinte minden, de már csak az izé hiányzik. Mi az már? A sárkánykarom? Sárkánykarom hiányzik, de az gyorsan meg volt múltkor is, úgyhogy. Uh-huh. Múltkor négyen voltunk rá, de szerintem a három is megcsináljuk. Vagy ketten is megcsináljuk. Hát reméljük. De még el fog tartani szerintem, hogy megcsináljuk. De... de itt nem lehet sárkányt betémelni. Igen, sajnos. Sajna vajna, pedig jó lenne. Na jó, menjünk. Mennyi? Én is úgy érzem, hogy ez már elég élet lesz nekem. 16 000 HP-m. Túl sok élet, nem jó, akkor majd biztonságban érzem magam. Jajaj, az sose jó. Valóban, menjünk itt fa. Már bejöttek ezek a falkasok. Ezek ránk se jönnek. Bocs, gyerekek, most tölti be a gépem a maradék részét a barlangnak, itt mindig lagol egy picit. Becsak egy kicsit. Nincs is itt semmi. Hehe! De van két farkas meg egy maci. Itt volt egy medve, csak kőnek nézted. Hoppá, lag van. Aha. Bolt. Öj! Megvannak. Meg ott van egy fiómia, szóval egy izém is arra mögöttünk. Egy bújt a kövek mögött, ez milyen munka már? Kis sunyi. Jaja. 1145-et sebezti, ez az idő. Aha. Úristen, Jézusom, ott itt volt melletted a Rexem, és én azt hittem, hogy a te Rexed én vagyok. Pedig nem is ugyanaz a színünk.
Tudod, és már szemem már követtem, arra is fordítottam az egeret, mintha tiédet fordítanám, azt az enyémet teljesen máshol átvittem. És közben néztem, hogy te miért viszed máshol a Rexedet? Úgy-úgy, Daisy, úgy-úgy. Meg ilyet, hogy nem hallgat rád a Rexed? Hát... Már megi hátulról ütnek. De miért? 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 Annyi, jók voltunk. Szemetek. Ugye ez jön oldalról egyeti. Ódni. Irány, arány. Ennek lila a lába szegénynek. Tök jól néz ki. Azt a mindent delúrán néz ki. Nagyon lila a lába. Meg közben látunk valami nagyszintű cuki, Valentin színű dinót, akkor befogjuk. Hát itt nem. Hát nem itt, de majd a utazásaink során. Jaja, az a terv. Most olyan Gullivernek érzem magam. Gulliver. Lilliputban. Rexekről. Mert ez Ark. Daisy, azért, mert ez Ark. Nem tudom, emlékeztek-e arra részre, amikor Roli eldöntött, hogy addig nem megyünk aludni. Most... bocsánatot kívánok. Ha most beírod, hogy felkiáltó el adas, akkor meg tudod Dani. Melyik részre emlékeznek? Amikor 150-es állatot kerestünk, és 3 órát kerestünk, mire találtunk egyet. Ennyi, és még egy kicsi mehet ide. Kik ezek a rexek? Azt mondja, hogy ez... Hoppá. Ja! Múlt év novemberében? November 20... Micsoda? Hogy mikor kezdtük a Twitch-en a... November 21. A karrierünket. Tavaly november 21. Ez a moci hova lett? Beleharaptam egyet és diszpannolódott. Ez mekkora kicsit. Ennyi, várok egy kicsit, mert... kell egy kicsi... stamina. Közben HP-zok egy picit. Tanci néni is rulibá. Szevasz, Madex. Nem, az elején volt egy kis probléma a videókártya update-tel, vagy nem is tudom mi volt, de a videókártya update javította meg. Volt egy jó kis droppolás arcban, tök jó ment a Subnautica utána a droppolás arcban. De egy óra alatt sikerült megjavítanunk, úgyhogy most utána egész jól megy szerintem. Én azt kell, hogy mondjam. Most tanyarára. Nincs gond, jól megy a stream. Hát, uncsi, Rex. Szintezés, várj. Én élvezem. Ezt tényleg uncsi, én nagyon élvezem, én nagyon szeretem. Elbetű nyomásban a legjobb vagyok. Tudom, egy kézzel, két kézzel, sőt, ha olyan van, akkor... Tudom, kéz nélkül így... Nagyon jó vagyok benne. Úgyhogy, igen, én nagyon élvezem, én szeretek Rexet húzni, az tök jó, mert van, megtehetjük, tudod? És akkor jön majd az ásztitán, és így egy csapás, hogy ötöt megöl belőle, akkor meg most sírok. Ja. Na, én meg is vagyok.
Sose voltam normális Daisy, nem tudom, hogy ez hol, mikor láttál ilyesmit. Ez így van. Nem tudom, kit néztél eddig. Baci Laci! Hogy hívják a Maci Lacit, mikor megöregszik? Medve László. Szerintem mindenki tudja. Ennyi. Tudod, azért van itt ezt, hogy ő kiegyenlítse, hogy valami értelmet is lássatok, nem mindig csak az én hülyeségemet, mert az már nagyon durva lenne. Jönnek a szintek. Azt a mindenit! Úgy. Na! Rolibán hallja a lábnyomokat. Igen, Rolibán hallja a lábnyomokat. Szóval, hogy hívják a kéne idézik utolóst? Matot a kakiban, igen? Matot a kakiban, ez kicsit. Nem ismered véletlenül Demon Wolfot, Lani? Igen, neki vannak ilyen nagyon jó viccei. Ő szokta ekkora örömét lenni az ilyenekben. De én is, én nagyon szeretem az ilyeneket, jöhetnek. Nem ismerős? Lehet csak, hogy nem tudom kinek volt meg a referencia, de Demon szokta általában ezt tolni. És az orosz bokszolót, ajaj. Itt van Maci, rajtam. Volt ez bassz. Hát ezt nem hiszem el. Nem tudok a... Hozd erre! Most nem bírok oda menni, mert rajtam vannak négyen. Hát én nem. Ezek lenyomta 10 000 életemet. Ez köszön, Maci. Hát ezt el sem hiszem. Kuki neki nuku. Istenem. Úristen. Ennek nincs is német hangzása. Hápolyoz még szerintem. Nincs már húsom. Ja. Kínai kabáttól vagy? Na jaj. Ez amúgy valami van ezzel a barlanggal, srácok. Mindig ilyen, olyankor jönnek elő belőle ezek a viccek, amikor ebben a barlangban. Azért, mert uncsi. Csak annyira unalmas, mint amennyire mi varázsoljuk. Jackie Chan, baszki. Ott a jó ég. Happy's. Én inkább ölök. Ugye ez odaról jön rád egy yeti. Megvan.
Hát igen, ez pappal is jó, apácával is jó. De ahogy is, Dani, a mindegy, az a 11, a 111, az 1111. Uni, etetés! Jogos, Madex, jogos. Te is nem tudom, miről beszélsz, szerintem tök jó állok, csak elkapott oldalról az a maci, azért fogyott le. Nem fogyott le ennyire a HP-ben, csak 10.000 HP-val indultam. Ha belegondoltok. De utána ugye szintlépésekkel megjött a többi, és még nem tudottam fel odáig. Ha most nekem 28.000-es a HP-m. De hogy fogom, legyetek egy kicsit pozitívak, mi jönném meg? Alexet. Azért mondják, mert tudják, hogy de. De nem. Higgyétek el, ez nem fog megtörténni. 33.570 a torporja. Miért nem annyi HP-ja? Hát az jó lenne, ha akkor lenne hápója. Hápója. Nem fogom, a Rex az túl fog élni, gyerekek, biztos vagyok benne. Nem szeretjük a rasszista vicceket, megmondom őszintén. Mondhatsz, de... Morbid jöhet, rasszista... Nem vagyunk rasszisták. Azt mondod, hogy imád, előfordul. Ajaj. Na, hogyan különbözheted meg az újjas tűzoltót? Többször is. Igen, ez Alex, előfordult párszor. Alex, én úgy érzem, hogy valami van köztünk, így ellentét születik köztünk. Ahogy én úgy is. Érzem. Állod a szívod a véremet? De amit nagyon szeretek, félre nézést, imádom. Beízod a fülesbe a fülem, te jó íg. Tudod, miért megy le olyan gyorsan a HP-t? Miért? Mert hagyod, hogy üssenek. Nem, hagyom, hogy ütnek. Tehát használd ki a knockback-et, meg lépkedj hátra, és akkor nem érnek el. A meddig mindig ütnek. Engem nem. Menj előre. Menj a meddére. Oké, Morbid jöhet. A Morbid jöhet. Menj mögötted kettő. Mi? Menj mögötted három. Honnan kerültetek elő? Nézd meg, egyszer nem ütnek belém. Belém sem mindig. De 176? Belém is belőznek néha. Nem. Mondom. Különben nem kéne életet töltened, hát, ha nem ütnének belém. Hát kiírja. Lényegesen kevesebbször ütnek belém, mint belém. Na, de beléd ütnek. Na most éppen beléd vagyok akadva. És azt figyeld, hogy hányszor ütnek belém, akkor biztos többször ütnek beléd, mint ahányszor belém. Miért ütnének többször belém, mert nem figyelsz oda a tiédre, hanem az enyémre figyelsz. Beszélsz hülyeséget. Tudni? Főleg, ha Rollinnek hívják az életet, na jó. Hű, volt egy 1400-as harapás, az az idúra. Az a Yucatán Saurusszal mekkorák lehetnek már Alexek, el kéne minden őket egyszer vadászni. Megöltek egy meleget, a 3 hullaszállító ki is ért a helyszínre, Sándor. Jaj. Ez gonosz.
De hogy fog meghalni a rekt? Annyi élete van, mint amennyiben elkezdtük. Alig van HP-ja. Na neked is. Ugyanannyi van. Lókuk itt majdnem fullon van a HP-m. Miről beszélsz? Nekem ugyanannyi van, mint amennyi eddig volt. Úgyhogy... Azt a mindenit. Ugye ez jobbról jön egy fartas. Igen, csak nem tudok mozogni. A Rexen tele van élettel. Hátrafele nyomom, miért előrefele mész? Na hát, mert... De hogy fog meghalni a Rex gyerekek? Azt túl agüzeljátok. Biztos, hogy nem fog meghalni. Odafigyelek rá, már mindjárt max szintű. Csak nem ölök meg egy max szintű Rexet. Valami bug van, gyerekek. Tud csinált a Rexen, mint hogyha úszna. Hát ott víz van. Hát de ott nem bír úszni. Hát igen. Hát abban a pici vízben. Ott van, van egy pont, ahol pont elég mély, hogy úszan. Hát... Egyetlen kicsi pont. Tudom, nekem is azt csinálta sajna. És szerintem is meg fog halni a Rex előbb-utóbb, srácok, de nem most. Ezt most túl fogja élni, mert én megmondtam. Biztos vagyok benne amúgy. Úgy legyen. Ez mennyire röhely, kis patakocska és úszik benne a Rex. De most írhetsz engem egyedül? Magányosan? Kinyírok egyet itt. Magányosan. Egyedül. Egy magamban. Én itt áll ezek, ne alkulj, menjél csak. Én itt meg vagyok. Egyedül. Magányosan. Egy magamban. Szörnyű. Nem, menjél csak igazad, én tényleg jól vagyok. Semmi gond, egyedül. Magányosan. Akkor érzek én is. Egy magamban. Egyedül. Beszéljek között. Na kezdődjön a fogadás, hajrá, Sotigi. Tart, jó, Sotigi. Ej, bocsánat. Bekapog a teszti. Nincsen húsom, úgyhogy ölnöm kell. Szkúzi. Nekem van sok húsom. Mások sincs, csak húsom. Én pedig itt tartnál, ugye, egyedül. Magányosan. Vagy fiú, vagy vigyázz, tudsz magadra vigyázni. Egy magamban. Nem tudod, egyszer nem ütött belém. Hát a Yeti az nem is. Tessék. Macik se. De ez nem volt vagány. Nem, mert ügyes voltam. Ez így van, és én azért élem mindig túl. A végén. Na most már készen vagyok. Amarra vagyunk. Nem erre. Hát erre nem bírunk menni, ott a vízesés van. A vízesés szeretjük, nem? Baszki! És itt úszik a Rex, nézzétek meg! Hát nem hiszem el. Épp, hogy bokáig ér neki a víz, de úszik. Rendben, Daisy, köszi szépen, hogy beugrottál. Köszi, hogy jöttél, jut szakát neked, és kitartásomod a sulihoz holnap. Úgy-úgy. Jó 8, Daisy. Nagyon szeretnek téged a púrlóviek. Állj meg. Okay. Bizonyám, imádnak. Azt a regényt, Dani. Na jó. Majd a következő hírelés közben elolvasom. Jaja.
Nódi, egy kis hírelés. Nem is jártam szerintem. De igen, eljöttünk legutóbb is. Tényleg. Naha. Várunk egy kis HP-ra. Igen, ezt már, ezt, ugye, ezt már hallottam. Ugye ez rád ment a Yeti? Rám húztál egy Yetit, miközben én békésen híráltam. De jó fel vagy. Nem is tudom, miért meg az híráltam. Nem tudom, ki ugrott le a párkányról a rexek közé, meg a mindenféle izék közé. Egyszer is nyílt ki mindkettőnket. Nem tudom, ki ugrott az állam. Jobb a rosszban, nem? Na, oké. Aj, hülye vagy, mit csinálsz? Ha legalább szóljál! Hoppá! Mondom, hogy ide húzom a farkasokat legalább. Megmondtam, hogy ez ennyire... Leszálltál a Rexről, mi? Ah, csak abban úgy szoktam odahúzni magamhoz a farkasokat, mindenki leszállt a Rexről. Aztán nem gondoltam, hogy a pirulóvián is jönnek. Azok a kis dombocskák ott. Az mint purlóvia. Hát én ezt nem tudom, hogy az is enni fog ezzel. Hát... Akkor is végigolvasom. Ez rasszista. Honnan is ez a kedvenc a Madex? Jó, de megijedtem, gyerekek. Ne fiam, nál rosszabb. Hápizol vagy? Nem, mehetünk. Ne, hápizhatsz. Ne, nem, menjünk. Meg vagyok. Megvan ezt, aminál minden, csak rád vártam. Jönnek a macik! Úgy, irány előre! Itt van egy piros-zöld purlóvia. Meg vagy ott? Aha. Úgy, mehetünk is tovább. De. Jönnek a macik föntről. Ez így van, ez nagyon nem is lesz. Ez lesz, amíg kérünk a barlangból. Mindig csak ennyire fogom feltölteni, mint most. Ez bevált előtte is, most is be fog válni. Ezt aminázok egy kicsit meg, akkor már életezek. Mindig maximum 10 000-rel töltöm fel, és 28 000 az élete neki. Szóval egy harmad élete van igazából. Folyamatosan. És ezt tudom is. Icipici hangyakukinyi élete van a Alexának, de így szeretjük. De hogy cserélünk ezt ivel? Én tekercse vagyok. Mintha nem ismernéd. Te kira jobb. Sokat mondogatjátok, akkor ilyen 3000-es HP-val fogom végigvinni. Akkor meg kapaljátok a falat. Te fogod kapalni a falat, amikor szétesít, akkor hát akkor mondjuk kikijöd a Rexet. Kikeltetem, nevelgetem, imprintelem, mindenül, meg tazból kinyírja. 5 hosszú percig, igen. Azt az 5 hosszú percet soha nem fogom visszakapni. Igen, én meg tudnám menteni, de nem fog velem cserélni. De nem kell megmenteni, jó kezekben van! Tapasztalt árkozó vagyok. Az lehet. Tapasztaltan nyírod ki őket. Hápéz.
Hápisztom ma. Oh my god. Ej. Nem tudom, miről beszéltek, srácok. Úgy mondjátok, mintha ezt megtörtént volna már valaha is. Aha. Dehogy is, semmi ilyesmi nem lesz, srácok. Semmi ilyesmi nem lesz. Emlékeztek arra a részre, amikor kinyírt a gizit? Nekem még mindig az a kedvencem. Van nálad kaja? Igen, kaja nélkül. Minden egyes alkalommal. Minden egyes alkalommal. Nem, semmi. Ezt nem hiszem, hogy te kunyaráló, de. Azt a büdös mindenit. Ez egy kis kunyaragépe. Hát hogy indulhatsz el kaja nélkül? Tessék. Köszi. Igen, és a tömegben ér véget a rész. Egy hús az egy negyed is van. Na, mehetünk is. Ejj, hátulról jönnek, vigyázz! Bakker, a macik ilyen 300-akat ütnek. Tényleg? Rajtad ilyen 480-akat. A mate boostoltak ütnek csak akkor át, ugye? Megvagy? Na, most megérted tudod. 3700-ra lement a HP-ja. 10 000, ez így van. Ilyen rád jönött paci, akkor ez így. Ez történik. 10 000 robot, az 8 is. És a rész a temetőben ér véget. Nem ér véget ez a rész a temetőben. A vész... A... Nem haltam meg, még élek. Így is, hogy ránk jöttek sokan. Semmiféle ilyesmi nincs, gyerekek, ez szerintem... Egyébként szólok, amikor lootolod az állatokat, egy csomó bugyót is kapsz. És? Kajának. Ja, ezt ki szoktam dobálni. Mert nálam mindig van rendes kaja. Hát már nálam, nálam csak 9 darab van, úgyhogy ne dobáljad ki gyűjtsd. Ja, nekem egyszer ettem, illetve bejöttünk a barlangba. Ezek ezt jó. Elnézést. Meg nyers húst is tudok enni, úgyhogy. Na, igen. Na, pont ezt mondtam én is. The Crow. Na végre valaki mellettem is van már egy kicsikét, jól esik, köszönöm. Én is itt vagyok mellettet közvetlen. De bármint ugye az én oldalam, tudod, nem csak azt, hogy... Az egyik oldaladon vagyok, éppen a bal oldaladon. Nem tudom, mit panaszkodsz. Az ellenséges oldalam vannak. Igazából. Na, ne figyelj a húsom. Vesz kéne tőlem húst, amíg akarsz. Á, jó vagyok. Az enyémnek van, kérlek szépen, 14, 10, már nem 15 ezer HP. Na még két szint, és meg lesz a max szintű Rex ismét. Nagyon lila ez a szerencsétlen Yeti, oh my god. Hát az. És amúgy milyen jó, hogy most van izé a hét, és azt nek a képernyőt látjátok, különben csak azt látnátok, hogy nyitva van az inventory, és húst teszek. Nekem tetszik ez az A7B7 megoldás, nem tudom, srácok, ti hogy gondoljátok, de... Ah, azért nem is tudom, nekem is nagyon látjátok nagyban. Főleg igazából a harmadik héten vagyunk már, hogy órarend szerint vagyunk. Ja, ez a harmadik hét. Amúgy fel van update-elve már itt lent is. Fel van update-elve ja. A Discordon, és fent van a Facebookon is, úgyhogy... Minden vasárnap este update-eljük.
De most már lassan majd el fogunk tudni jutni odáig, hogy játékszinten fogjuk tudni update-elni. Mert igazából már előre tudjuk, hogy mikor mivel játszunk nagyjából. Ja. Egy-két ilyen homályosabb nap van, de amúgy ugye beosztás szerint szeretjük, hogy egyszer állk, egyszer Atlasz és a köztesek. Ja, meg, de én igazából szeretem ezt a megoldást, hogy nincsen kikötve, mivel kell játszanunk. Mm. Hanem az, hogy mikor vagyunk fönt és mi így választjuk, hogy bennyivel streamelünk. Ez is igaz. Csak ugye vannak, ugye már egy idő után meg lesz az, meg lesznek a crowdok, hogy ki melyik játékra szeret jönni. Vagy még szeretne, hogy ők is előre tudják tervezni, meg tudják, hogy mikor, mivel játszunk. Eléggé megkötjük vele a kezünket. Tessék? Eléggé megkötjük vele a kezünket. Aha. Hát tudom, csak ugye szóval ennek a fájdalmas részek nem kell mindig kiírnunk, csak ugye egy-kettő nagyobbat. Majd kitaláljuk. Na, majd kitaláljuk, nem azért csak én tőled gondolkoztam. Tehát vagyok. Na, megettem 1000 húst. Az szép. Magadra hagyhatlak egy percre, amíg hílensz úgyis. Persze, mennyi csak. Pillanat is jövök, gyerekek. Sok teát ittam. Hupszi. Nincsen még lehívva a titám. Mármint még timerem van. Ja. Úgy kb. Egy, hát egy ilyen óra múlva nézzük majd meg az izét. Hoppá. Egy óra múlva nézzük majd meg a barlangot, azt még letoljuk, mire odaérünk, addigra meg lesz. Én az Ark nézők csoportjába tartozom. Amúgy a legjobban meg tudni azt, hogy mikor lesz Ark, meg kérdezősködni róla, vagy ilyesmi, az Facebookon tudsz, vagy esetleg a Discord csatornánkon van egy külön Ark fülünk. Minden játékhoz van egy külön kis chatünk, és ott lehet igazából. Mi is ugye Ark-kal kezdtük a csatornánkat, meg ezt szeretnénk ugye, igazából hát fő contentnek a csatornán mindenféleképpen. Ugye amikor kijött az Atlasz, akkor így felváltottuk így 50-50-ben, abban is van olyan content, amit nagyon szeretünk. Ugye azért az is jó. Aztán majd meglátjuk, hogy hol lesz a jövőben. De egyelőre úgy lesz, hogy Ark Atlasz a main content, ami azt jelenti, hogy egy heti 2-3 stream. Vagy nem is heti 2 stream belőlük, meg egy stream, amikor valami más csinálunk. És valószínűleg nyára az lesz, hogy majd csak heti 4 napot fogunk tudni streamelni. És akkor ugye csökkenni fog a sűrűsége. Nincs Discordos. Azt hiszem Discordot csinálsz ilyen temporary account-ot, amivel be tudsz jelentkezni, de nem feltétlenül szükséges, csak mondtam. Itt Twitch-en is mindig ki fog érni, hogy ezért mikor vagyunk live-ok, úgyhogy ez csak ilyen additional plusz. Csön, haj. Nem csinál ki a csuti. Na, meg vagyok én is, mehetünk is tovább. Nincs DC is a Facebookon? Danielnek nincsen Facebookon, meg Discordja. Na, csak beszélgetünk róla, hogy mik vannak. Facebookom? Értem. Scusi, félreolvastam. Képzeld! Roli. Magyar. Kemi cica popót. Popót? Nem popót. Pocit. Simisztem. Jönnek a pullóviák, vigyázz! Elértem elég komoly achievementet a cicánkkal, és Roli le si szarja. Ne, hát én nagyon boldog vagyok tőle, csak most éppen pullóviával lőttem közbe. Úgyhogy azért azt sajnos nem tudtam. És fent van valami, ugye? Egyébként ez azért nagy dolog, mert örökbefogadó cicáink vannak. Nem tudjuk, hogy... ugye mind mentek át azelőtt, tehát például nem lehet őket fölvenni, mert nem szeretik. Kemi cicát ugye rendszeresen kell fésülni, mert ő ragdoll keverék, és nagyon sűrű, hosszú bundája van, viszont fél a fésűtől, és hasonlók, és
Szereti, ha simizik, csak nem mindenhol szereti, hogyha megérintik se a lábát, se a hasát, se a nyakát, nem igazán szereti. Bár a nyakát azt már igen. És ez volt az első alkalom, hogy így kifeküdt a hátára így lábakkal fölfele, hogy simizik a pocimat. Úgyhogy ez elég komoly achievement. Úgy bizony. Maradj ott, ahol vagy, mert rám fognak jönni a purlóviák. Ennek a farkasok is. Ó, ez is megvan, mert is tudom. Ohoho, na mi van a dropban, gyerekek? Gyerti bácsi? Jön még egy. Hehe, jönne, ha felbírna jönni. Hú, majdnem leestem. Jó van, az leesik. Elbírsz vele? Aha. Na nézzük, mi van benne. Szerintem egy ramsakó fákja. Van benne egy... Szedő. Szedő. Giganotosaurus. Szedő. Ú, kék ráadásul. Ja, Apprentice. Azt hiszem... Okay. Apprentice... Hát az kéne giga. Hát minden is rossz. Meg egy primitív assault rifle, ami nem nagyon fog kellene. Mert azt kidapatod a picsába. De a Giga Szerről az nagyon jó, annak 44,5-ös a damage-e, ami 25 szokott lenni, úgyhogy szinte dupla damage-e van. Dupla dinamit! Igen, armor, arra gondoltam, és úgy csak más mondtam. Ne gyere, mackó koma! Mi bassz mondtad, hogy erről? Hogy elszaladt tőlem, Eszti? Hát, keresem valami fajtolni valót. Igen. Azt hiszem. Mert ez az alapdamage-ünk. És a purlóbiákon kevesebbet ütünk, mert nekik nagyobb, vagy mid boostilok, vagy nagyobb a rezisztjük. De nem vagyok benne biztos. Nem is gondolkoztam rajta igazából. Mert mid boostitól biztos, hogy nem. Lehet, a farkasokra is most keveset ütünk, de azért, mert ők is... Nem mid boost. Minden kettő lány. A lányok nem mid boostolják egymást. Ez is lány, meg a másik is lány. Nincsen mate, aki boostolni tud. Ti honnan kerültetek elő? A szikla mögül. Jaj, mekkorát ütnek. Ja, igen, az övék, igen. Azt mondtam, hogy az ő mate boostok, ugye. Igen. Ők nagyobb... ezért kapnak. Ami tök jó. Egy kis... várunk egy kis... staminára. Kell egy kis stamina. 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 Legjobb. Szerintem már a 800-at túlléptem. Én is simán. Múltkor számolgattam. De már túl vagyok rajta szerintem. Amint csak itt is én. Én csak itt... mi ez már? Steam-en. Meg még bajt jó...
300, de 300 nincs, 200. Neked több van PSM, mint neked. Ezt meg nem is néztem. Ugye, mindjárt megnézem, azt mondja, hogy shift-tab. Azt mondja, hogy Arknál játékórában. És ezt hol mutatja? Há, 813 óra totál. Nekem ebben. Shift tab. Aha. Hol nézed meg? Beszárod azt. Ezt? Aha. És ott ír a bal felső sarokban. Eszinek meg 447. Meg körülbelül ennyim van. És ugyanennyi még PS-en. Legalább ugyanennyi, ha nem több. Mert PS-en is sokat, PS-en sokat többet játszottam. Senekivel, meg Zsutival annak idején. Úgyhogy én is ott vagyok, ott járok a 800 fölött. Nekem személy szerint úgy, én nagyon szeretem a PS-t is, ugye az kicsit egyszerűbb, meg jobb. Mármint a Control, de a PC Control csak jobban szeretem. Egyéb billentyűzet nekem az ilyen must. Más a kontaktod a játékkal igazából. Aha. Ugye az az elsődleges, ezen keresztül, szóval a klaviatúra meg az egeren keresztül, és vagy a Controlen keresztül lépsz kapcsolatba a játékkal. És ez nagyon fontos kapcsolat. Igen. Felépítése. Na, gyere, Jetikém. Ögöltöttem egyet, befosadtam mindenkit. És mindjárt meg lesz a max szinten. Mi legyen az utolsó szinten, úgy tudod, mire foodra fogom rakni. Foodra. Na de jó, meg ilyen hátulról jönnek. Azokkal meg vagyok. Meg voltam. Segítsek? Nem, meg vagyok. Sikerült leszednem őket a hátsódról. Szeretik a popómat. Aztán ennyi. Ó, gyere csak ide. Ha már egyszer eljutunk odáig, és lesz már egy izénk, egy capture cardunk, és most tudunk streamálni konzolt is, majd megmutatjuk az izé bázisomat, meg a bázisainkat. A Zsutiék szarulján a bázisom, az baromi jó. A szigeten. Az a ház, az baromi jó, egy fa köré építettem föl. Igen, nagyon durva a bázis van Esztinek. Nekem meg nagyon masszív. Rólnak masszív, igen. Meg vagy? Aha. Ma ugye majd az előre nem látható jövőben majd tervezünk konzol kontentet is, majd jó sokára, de tervezzük. De le szalad, ide farkaszka. De le ide. És mindjárt elérünk az utunk célállomásához. Itt is vagyunk. Mhm. Megjöttünk. Na, úszunk át. Alig van staminám, remélem megfulladok. Szegény maci. Az lenne a legjobb halál mára szerintem. Ezt most én szedem föl. Vigyázz, jön egy maci. Hol? Rajta vagyok, hagyja csak. Hé! Oké. Okay. Leesik a Rexem. Hát azt hittem, hogy le fog esni. Ilyet kapok. De te hova mész? Miért mentél el? Ott egy kék lút, azt szedjük már ki. Rendben, Dani, köszönjük szépen, hogy bennünk voltál. Bocsi azért a kis kavarodásért az elején, de tudjátok, előfordul el sajnos néha. Légy úgy szabatiszta, jó éjszakát, aztán... Jocokát, szia-szia! Reméljük, hogy érdemes lesz visszanézni a maradékot. De ez miért nem tűnt el? Nem tudom. Pedig kivettem belőle. Hát ha már lecsökkent neki az izéje. Ja, megint ki tudom menni. LOL. Times two. Nem, mint a szükség lenne rá egyébként. Hát ugye bárhogy is tudunk feltakarítani. De dakarítani, dekolálni. A halak mióta adnak ki hangot?
Oh my god! Menjünk, nézzük ezt a kék lootot. Másik oldalon van. Lootot? A loot crate. Ja, ott. Most láttam észre. Ugye ez farkas. Nem tudom, láttam őket, azért szálltam le, hogy nem jöjjenek. Na, mi lesz benne? Pisztoly szedel, nagyon jó. Allosaurus szedel, Journeyman. Hmm. Jó lesz már az Allosaurus Arminghoz. Persze, nem is lesz Allosaurus Arming. Miért nem? Miért lenne? Mert miért ne lenne? Na, induljunk meg visszafele. Jó, jó lenne valami izé, jó kis Rex izé, Shadow Blueprintet találni, aztán az, az a fő. Az jó lenne, de az... Hát jó. Na, nem baj, menjünk kifele, és megvoltunk. Ez jó volt. Határozottan jó volt ez a barlangozás. Csak találjunk ki. Na, kitalálunk. Majd kitalálunk valamit. Neked is már csak egy szint kell? Fél. Ja, hát igen, úgy. Amíg a vége már lesz vissza a spannolva egy pár yeti meg ilyenek, aztán meg leszünk vele. Aha. Jó lesz, oh yes. Kekszala. Neked is mellesleg. Egy pillanat. Staminázok. Ez nem az utolsó, az majd vizére. Miért oxigénre fogod neki adni? Azt oxigénre. Mi? Azt hittem oxigénre. Nem vagyok. Ott tényleg oxigén, az olyan durva lenne. Kéne csinálni. Föl kéne húzni két rexet és fölhúzzuk nekik az oxigént. Fullosra az oxigént. Semmi más nem. Csak az oxigént. Mindenki a haját tétni. Szerintem is. Alóre! Dübörögnek a lépteik. Uh-huh. Tök jó. Jelvezem nagyon. Menjünk kéne kicsit saminázni. Uh-huh. Hallani lehet itt lent is, az azért durva. Oké, meg vagyok. Én is. Egyszerre rétnek. Tek. Mi ez? Ráka költ a legszebb a pullóvér
dombra. Hú, hú, hú! De szép ez a fehér farkas. Hú, de jól néz ki. Mindjárt jön az idegösszeomlás. Szevasz Prime! Mi újság? Szevasz Prime, mi zúj? Hogy ment a Warframe? Hogy haladsz? Köszi szépen az osztály találkozót, Prime. Köszike. És megvan a szint. Az utolsó dinnye. Nem baj, millire teszem. 3.35-ös. Víj, max szintű rexünk van. Ismét egy... Hoppá! Mi van? Prime ért egy 3 pulóvér, hogy megfordultam. Rád meg megy egy Yeti. Kettő. Most már nem kell az XP, most már jöttök mindennyi, mi? Aha. Majd szükségem lesz egy kis heal a mind vizére. Stonára? Ja. Hajjá. Jó sok Prime Meat van nálam. Jó lenne valami instant Prime Meat sütő. Vagy lehetne ilyen update a Rexre, hogy ilyen izé, mi az már, ilyen tüzetok ágyon a Rex, a tech, csak a tech Rex. Lehetne csinálni ilyen update-et rá, és akkor rögtön már siót húst szed fel. Milyen jó lenne? De komolyan! Micsoda ötletek! Nem hinném, hogy ilyen lesz. Szerintem de. Még a tüzes sárkány se tud ilyet. Vagy az. Esetleg. És akkor megváltoztatnánk, hogy akkor már a tüzes sárkány is. Mehetünk tovább? Phoenix? Mióta? Én erről lemaradtam. Mondjuk 1000 éve nem játszottam már Ragnarokon, úgyhogy... Vagy inkább 2. Wow. Abban nyers metális kis jó. Ah, szép! Jó az a Ragnarok. Szeretem. Szerintem a legjobb map az összes közül. Megint kell egy kis stamina. Ne a leggyorsabb a Rexem, de legalább okos. De legalább okos. Mert mit tud, amit az enyém nem? Azt nem tudom, de okos. Elnézést. Rövid volt az éjszaka. És hosszú a nap. Na, látjuk? Ha? És végre megyünk kifele a dallangból. Újabb 2. Nagyszintű Rex. Jön hozzá a falkához. Úgy bizony. És most megyünk, megtámadjuk a titánt. És még ki kell ütni a barlangot. De ezével a maragmárok, hogy gyorsan megvan igazából. Szerintem arra leszek kíváncsi, hogy mennyi ideig tart majd a titánt kiütni. Ugye a múltkor 4-en ütöttük ki, és az is eltartott egy jó 10-pár percig. Most ugye csak 2-en ütjük. Ez nem egy jó fél 3 euró, hogy is elszemmeni tőle. De jó lesz. A
Nem, sima nyereg van rajtuk, pláne. Sima nyereg van rajtuk, nincs csak. Kell még egy kis stamina majd meg. Nincs még tech cuccunk. Azért megyünk megint a sivatagi titára, ahogy reméletileg ki tudjuk ütni. Mely valami nem jól megint a függönye. És a korolinak is meg lesz végre? És a korolinak is meg lesz végre, ja. Oké, és meg vagyok. Na, már jó lesz. Hoppá. Egy az volt a baj, amikor nem tudtuk, hogy annyira közel kell lenni hozzá. És ugye Roli nem szólt, hogy éppen elugrik, mi megütöttük. Örültünk végre, hogy kibírjuk ütni. Úgyhogy így nem lett meg neki. Tudjuk Prime, de nincsen más, úgyhogy ez van. Igen, a nullánál sokkal jobb a sima szedő szerintem. Amúgy ilyen fütyülő parancsokkal ugrasztanák mindenre a Rexet így magam mellett, az nem lenne a legjobb. Gamma? Ó, tényleg. Valami hozzá megy. Egy kis stamina kell majd. Közben mehetsz ma úgyis magadnál iránt, amikor kiérsz. Ez is igaz. És jöttök egy picit stamina. Még be kell majd gyűjtenünk a sárkánytalont, szerintem. Nem voltunk sárkányozni azóta. Yeah. Hát az menni fog, gyorsan. Hát gondolom őszintén, Prime egyelőre nem tervezzük. Nem rossz játék, bejött nekünk is elsőre, de nem az, amit itt sokáig tudnánk egyelőre. Nagyon sok grindolós játékunk van, amiben sok a grind. És nem érezzük szükségét még egyelőre a Warframe-nek mellé. Igen, okésen is fogunk lejátszani, mert jó játék, tényleg tetszik nekünk. De... Egyelőre ezt szeretnénk, amit most csinálunk, aztán majd meglátjuk. Majd, ha már egyszer végig nagyon sokára eljutunk rá, hogy ezt teljes állásban tudjuk csinálni, akkor biztosan fogjuk Warframe-ezni is. Igen, alig várom már, hogy eljussunk addig, akkor napi legalább 2 streamünk lesz, és mindkettő ilyen grindolós játék lesz. Mert ugye akkor már lesz időnk. Arra, hogy több ilyen időigényes játékkal játszunk, mert ugye most főként Atlas meg Ark van. Terítéken mellette ugye Roli most szomatikázik meg oxigénezik. Én ugye belekezdtem az Alienbe, de az is ugyanez a kategória, mint amivel most játszunk, úgyhogy próbálok most keresni valami kis chilloutos játékot. Meg ugye mellette videókat kell vágni, blablabla, tehát nagyon sok időnk elmegy. Egyelőre, úgyhogy nem tudjuk sajnos bevállalni most a Warframe-et. Igen. Jösszön? Aha, jövök, megnyújtom már. Csak belefeledkeztem a beszélgetésbe. Megint egy kis stamina. Tüdüm, 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 tüdüm. Egyél a staminához.
Spirit Party. Hát figyelj, attól függetlenül fölmehetünk még egyszer, szóval az nem az, hogy soha nem fogunk fölmenni, de most így egyelőre nem terveztük be, úgyhogy... Ne, ezt ugye... Ezzel valószínűleg egyszer élni fogunk. Megbeszéltük Prime, ezzel élni fogunk mindenféleképp. Szerintem még, hogy mi... tök buli lesz, de egyelőre tartalmat nem tervezünk Warframe-vel. Sajnos. Ugye most vasárnap mielőtt csinálunk a rótát, átbeszéljük egy kicsit jobban, aztán akár jövő hétre be is tudjuk tervezni, vagy talán utána való hétre. Jajjá. Csak egy ilyen kis hajótúrt vagy játéktúrt elviszek, körülbelül ez lesz minket a vizén. Az teljesen jó, de úgy content szintjén nem terveztünk semmi ilyesmit. Mert biztos nagyon sok embert érdekel, hogy mit lehet elérni benne, mit lehet összeszedni. Gondolom már elég pró vagy benne, hiszen elég sokat tolod, úgyhogy... Jajjá. Hazaértünk! Bizony, hídra fel! Hát nekem még egy nagyon pici hiányzik az utolsó szinthez, de az majd összejön. Nekem az van megvan, hál' Istennek. Szinte sikeredett. Ennyi. Tessék bevér szállni. Na, maragmárokra föl. Ó, bazd meg követ. Elfelejtettem megint. Ups. Hol vagy? Te a mamához. Pedig olyan szépen leparkoltalak. Azt nem úgy döntött, hogy hát ez mégsem lesz így jó. De ahogy is Marek, lassan egy új szintet kell építeni, ahol már csak a Rexek lesznek. A Rexek meg kapjuk egy saját szintet. Pár. Ezt a sort, amit itt láttok, tehát mellettem kezdődik, péntekkel, egészen odáig a végéig, az összeset visszük a jeges titán ellen. És ez mekkora király lesz, hol fog ez kinézni? Az epic fight lesz, gyerekek. Mert ugye mi nem modulunk, nincsen ugye ez a mutátorunk, úgyhogy nem. Szuper erősek a rexeink. Tehát ahhoz képest, hogy ugye alig breedeltek, elég erősek a rexeink, de nem olyan, hogy ilyen 4-5 ezreket sebeznek egy harapásra, úgyhogy mi nem minőségre megyünk, hanem mennyiségre. Bizony. De arra nagyon. Na, vegyél magadhoz kaját. Megint követelek. Nem mondott komment. Ja, eldumáltam, elfelejtettem. Hol vagy? Az anyádat már, hát már. Ilyen szófogadó vagy. Csak azt csinálja, amit mondasz neki. Ja. Ki van nálam? Kaja. Inni. Hú, kell egy kis fiber, mert tudjam javítani a giliszújtomat. Rám léptél. Aha. Többször is. Tudom. Nem biztos, hogy én erre készen álltam, hogy te csak úgy rám lépj. Hát van ez így, az élet kemény ennyi dinó között.
ez is. Ahogy jönni, ez is. Kell szarkóbőr is. Megkezdhetjük azzal. Meg 7 talon. Ide szemetelsz? Ez komoly? Úgy. Senki nem fog meghalni, Zsuti. Vagy. Szerintem sárkány szívvel kezdjük, aztán megyünk majd a valószínűleg. Sárkánytalonnal. Az gyorsan van. Szerintem a szarkóbőrrel kezdjünk, mert ez itt van lent alattunk. És utána menjünk a talonért. Mit szólsz? Itt lent a szakadékban vannak a szarkók. Oké. Okay. Ja, meg kaját is Rolynek ne adjál. Jó van. Van nálam ott van a hobáromban is, csak... Mi az, hogy ne adjál? Hogy ne adna nekem? Most szóltam rá, hogy tegyél el kaját. Tettem el? Helyes. Onnan 15-20, tehát ez kemény egy kicsit. Szerintem még annál több kell. Vagy tegyél a medical brunt is. Az van nálam. Szóval. Na, melyik a legjobb jószág? Hát én viszem Afroditét. Kirántott azt a fiókot előtte, de valamelyiknek még 100%-os. Azt hiszem Apollo a 100-as imprintese. Szia, baby! Úgy bizony. Na, mehetünk. Akkor ide szalkóbőr? Várjál. Kiveszem Afroditéből a kitint keratint. Gyorsan. Ja, a szalkóbőr kell 10. Na, mind arrébb a farkad. Na, egy megvan. Vagy lent? Aha. Látlak. Kettő is megvan. Ott egy piros béka! 35-ös, nyi. Na, hol vannak a szarkók? A végén látnak át, hát meg két bőröm nekem van. Meg ez a is, a rádugrálós. Motyó is szalkóbőrt ad. Hát de nem látok olyat se. Olyan kakilosaurust. Akkor menjünk a másik irányba. Itt van szalkó, kettő is nálam. Hogy mentem a mellettük? Hogy ott tatyóban van? Nem tudom. Követtem. Érdekes, te lehet, hogy nálad is lett, hogy be a szalkóból a tiéd lett, és a tatyóban lett az ilyen kakilosaurus.
hátalom. De jó. Aha, azt mondtam, hogy csak 7 kell. Tök jó. Beragadt a dupla véd, nem kell dupla véd nyomlom, miközben megyek. Beragadt a dupla véd? Aha, de örülök neki. Már nagyon fájt a dupla véd súlyam. Reszeknél sokat nyomtam. Ó, jó étvágyat. Hozzá. Burgen sárta rántott húsa. Fincsi, mi? Milyen szép itt minden. Hát nagyon jól néz ki. A nyugalom szigete. Hát itt a sok jószág. Elég alacsony most a dinókánt, nem tudom miért. Lehet, hogy ahhoz van közel, sok téma dinónk van. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ez befolyásolja. Ez befolyásolja, gyerekek? Aha. Azt nem, itt már nincsen, menjünk majd vissza, hát a spannót valamilyen marra vissza. Ott a földgömbnél, ahol laktunk. Már lehet, na nézd meg ott is. Merre kell menni ahhoz? Fel. És itt is van ment. Egyből megtaláltam. És párszor meghaltam itt. Na, úgyhogy óvatosan. Láttuk is Kakirosaurus-t egy párat. Négy. Öt. Lesz itt hat, már meg lesz igazából. Ott volt egy, ezt kinyerted? Igen, csak éppen kakiltem. Fölveszed? Fölszedjem? Aha, fölveszem. Már ezzel lesz hat. Szóval ott látok még egy farkat. Itt egy palaszál, sosem láttam még itt palaszál spannolni. Én se. Van még kettő. Hely az anyád. Azta! Mi ez? Megadtam 54 millió meganosz... Szóval, ezért... Meganulát. Meganulát. Szerintem menjünk el sárkányozni, aztán jöjjünk vissza. Mit szólsz, mit szólsz? Nem, már menjünk. Csak utána. Megyek oda föl. Ja, szerintem menjünk el ide, ne? Hova el ide? Ne, nem menjünk, követlek.
Nekem mindegy. Igazából. Kell egy kis stamina. Tudom, hogy nem Kakilosaurus, de én akkor is Kakilosaurusnak hívom. Ezt már egyszer kitárgyaltuk, nem tudom kimondani a nevét, nem is akarom megtanulni, mert egy kis köcsög. Mindig leszed. Nem szeressem. Úgyhogy nekem ő csak Kakilosaurus marad. Hát ide lemegyek megint hátra hozzá akkor. Jó, te már ott vagy? Uh-huh. Az egy piros drop. Piros drop? Uh-huh. Na, húzzuk be. Hamarabb meg lesznek a sárkányok. Na, jönnek! Marandon! Két alatt volt a nulladik kör, tök jó. Az azért szép. Oké, okay, jó tudni, köszi. Eddig mindig a... Mi az már az inventory-ba került, úgyhogy ez nekem tök fura. Csak nemrég jött be szerintem. Lehet, hogy tévedek és hülyeséget jönnek beszélek. Jönnek pár, itt vannak sokan az izény, hát, dobva. Én is őket ölöm, ne aggódj. Szerintem, hogy sárkány nem is fog jönni. Piros nagyon sárkány, nem? Elkezdtem rá. Megjöttem van kettő. Egy kis staminázok. Nem, ez már az első kör, Madex. A nulladik kör, kérlek szépen, kettő állatos volt, van még 9 szívem. Van valahol felakadva, szerintem.
Megvan. Ennyi, egyet találtam. Első sárkány. Na. Oké, megvan a fejletelen. Első. Ha ide állsz mellén valahova, akkor kapunk még boostot. Oké. Okay. Most itt szeminázok fent. Megyek már itt. Hát muszáj volt elmenekülni, mert csomóan jönnek rám egyszerre aztán. Semmi van, nincs, örülök, hogy figyeled az életedet. Micsoda? Örülök, hogy figyeled az életedet. Figyelem az életemet, te figyeled a tiédet. Oké, okay. HP. Itt itt paleszel. És stego. Kettő stego. Másik a paleszel maradt. És ezt ami nem se HP-m. Csak a sárkányt szedjük le, a többi azt maradhat. Aha. Itt van. Mögöttem. Lőd már az istenit, hát. Anyás. Hát olyan hülye karnó is. Sin, nincsen sztaminám. Nincsen sztaminám. Menjünk innen. Legalább egy kis sztaminát tölteni. Talán ki tudjuk nyírni a sárkányokat, csak éljük túl. Alig van életem. Jep, nekem is. A sárkányok rajtam voltak, de elugrottam, úgyhogy elég biztonságban vagyok. Karmot kaptál az előző sárkányot? Igen, igen. Elég sokat hápizunk ebben a streamben. Igen, mert nagyon jó, meg tudjuk nevezni. Tök jó nyomjuk az elbetűt, gyerekek. Az elbetűt nyomni. De ez egy nagyon fontos része az áknek, ezt meg kell szoknatok, ha 20-20 mentek később, ha 0 HP-val mentek neki valaminek, akkor meghaltok. Én már csak tudom. Igen, Roli már csak tudja. De hol vannak azok a sarik? Ott voltak valahol. Na, hova mentek el? Valahogy itt voltak.
Hát itt nincsenek. Ups. Nem tudom, hova lettek. Hát itt diszpanoltak. Nem szoktak. De ott van, ó, ott van egy előttem. Már látom. Ugye, stamina. Nem tudom, miről beszélsz, Prime. Na jó, egy kicsit lehet. Oké, okay, meg vagyok sztaminával, te ugyász? Igen. Yeah. Viszont a meccselként ezt leszünk így simán. Merre vagy? Merre vagy? Na, itt vagyok a szikla fele. Melyik szikla van egy pár? Itt láttam, ahol a sárkányt, ennek kiállóan a végén, ahol sok sárkányt láttunk. Ja, visszafele. Itt van egy sari. Minimum. Látom. Mi az anyámért nem sebzed? Na végre. Ennyi? Meg is van. Menjünk följebb, nem látok sárkányt. Csak rogd réket. Hát kell menni a másik oldalra szerintem. Aha. Menjünk vissza a bázisra, gyors híreljük fel őket, aztán menjünk. Nem van, oké. Csak utána. Ezt a minába hazaérünk, az az időra. Hát nekem nem látom, hogy full staminám, úgyhogy... Látom, hogy a fondás kívülhet helyett nagyon durva. Úgyhogy nem érünk haza a staminával, de majdnem. Én jól értem majdnem. Hát nekem nem volt full staminám. Jézusom! Help! Help! Mi van? Nem látok ki a dobozok közül. De lám. A disznóban van annyi romlott hús. Szép. Tehát tele volt hús, aztán megromlott neki. Amíg fönt voltunk, vagy fönt volt már ezt egy kicsit halasztani a timert, aztán még megromlott a halasztva a húsi. Aztán ennyi igazából. Ez is meg lesz, akkor elmegyünk még a sárkány karmoké, és jók leszünk. Úgy-úgy, most lenne irányad. Például. Kíváncsi, hogy ki bírjuk őkni. Szerintem ki. Jó sokáig. Valószínűleg, de jók leszünk. És menni fog. Wiii! Emberek! Elnézést kérek. Veled mennyi karom van? Már mindjárt megnézem, amíg ezt a tápizással.
Na, azt mondtam, hogy nem lehet szállni a disznóról. Nem, nem kell lenni. Én meg vagyok. Köszönöm, megnézzük, mennyi kell még Apollónak. Meg Apollónak kell egy kicsi. Tetszik az a híl elősdi. Na, én is megvagyom. Szuper. Azt mondja, hogy 2 sárkánykarom van nálam. Akkor mi kell 5. Oké, és ez menni fog. Ja, várj, akkor merre megyünk? A gerinchez. Oda a sarokba? Nem. Ahol gerinc van. Ja, a csontvászhoz. Igen. A csontvász gerinc. Várjál, azt hiszem rossz irányba jövök. Igen, pont a másik. Ups! Gyerünk, és... Na. Bármint a borda. Igen. Ma meg elfogyott a staminám. Rohadt életbe. Megjöttem! Szállsz! Vezetem az öttat. Itt vannak sok sárkányok. Hogy áll a staminád? Fullam van. Oké. Ott egy Giga. Kezdjünk azzal szerintem. Szerintem is. Miért nem találja el? Közebb kell menned. Valamit állítottak a... Eddig is ilyen volt. Volt ilyen buborékok, ahol nem tudott lőni valamit. Nem volt ennyire durva. Oké, és? Menjünk a másikra. A lássunk a Rexeket húzzuk magunkra. Aha. A kakidrobáló segítség? Jön a Giga. Ajaj, jön a Giga. Te itt érzed a Gigát, én eszem a többit. Ki olvad, vigyázz, rád megy. Külön, ha megfagyná. Ez az. Emit is egy Giga mellettem. Lefagyasztottam. Ütöm. Csak kevés azt, ami nem. Á, mondjuk félig van, még jó vagyok. Ugye ez mindjárt kiolvad. Oké, meghalt. Az Rex. Na. Staminázunk egyet. Én jó vagyok. Oké. Kettő Giga is jön.
Persze, elém, akkor nem bírok, be is ragadtam. Tök jó. Ugye ez rajtad van a másik? Ó, az anyátok. Közelebb itt lövöm én is. Lövöm a másikat. El fog fogyni ezt, ami nem. Jó vagyok. Oppá, jön egy sárkány, én arrébb ugrok. Te is. Tedd azt. Sárkány követ, mink a gigák is, de... Staminázz egy kicsit gyorsan. Stamináztam. Ez az. Hoppá, hoppá. Baszki. Oké, okay, megvan még egy talon. Azon még egy sárkány. Ki akarom ütni a gigát, mert ránk fog jönni megint. Csak innen nem találom el. Picsába. Oké, sárkány meghalt. Vigyázz, giga. Annak is annyi. Stamina. És megvan a talon még egy. Zsír! Jók vagyunk, jók vagyunk. Egyszerre 2 giga az picit necces, de... Igen, az azért, azért megizaszt még minket is. De jól állunk eddig. Megint le van vive a HP a picsába. Nekem nincsen húsom, úgyhogy... Valami gyeret. Miért tudtad ki az összeset? Mi a droppa? Ja, azt elvesztettük! Az nem is az volt a cél, hogy kiüssük a droppot, hanem hogy a sárkányok meg legyenek. Igazából egy sárkány lett meg belőle úgy, hogy az annyira ja. Nem rossz, de... Jobb ez itt. Lehetett volna több is. Aztán igazából ennyi. Már nagyon jó lesz, hogy meg lesz. Mennyi karom lenne az? 3, 4, 7? 3. Aha, még 3 kell. Ismertünk még egy kis kört. Csak ide a szélire. Meg vagy? Meg. Másik giga? Szevasz, Szilász, mi újság, hogy vagy? Ali, Szilász, mi zúj is? Mesélj valami szépet így hétfő este. Ez az. Ott egy sárkány, most spannolt. Száz! 160-as! Oké, és még egy megvan. Szuper, akkor már csak 2 kell, ugye? Jó megy az Atlasz, köszönjük szépen, Szilász! Szerintem következő azt írja, rész, hogy az, neki megy az lesz az Atlasznál. Szerintem azt írja, hogy neki megy az Atlasz, nem? Tessék? Szerintem arra gondol, hogy neki megy az Atlasz. Ja, megy az Atlasz? Ja, okés.
Igen, valószínűleg arra gondol. Hát, hogy tévedek. Nem tévedsz, teljesen igazad van. Áztam én, mennyi kis köcsök van. Mennyi giga van itt? Az anyátok fülit. Nekem sárkány kell. Mennyi HP-ja van ennek már? Ugye ez jön egy Rex is. Rex-re elmentem. Oké, meghalt 80-as volt a giga. Kéne stamilázni, vigyázz. Nekünk nagyon jól megy, köszönjük szépen. Ali Hero. Azért, mert ezekkel más nem lehet egyébként sem csinálni, csak kinyeri. Csak and szólok. Because we like it. We really do. It's just fun. Már ugye szintre már nincsen szükségünk, úgyhogy csak azért, hogy spanoljanak helyettű sárkányok. Jó, még egy. Vigyázz, még egy giga. Bocsánat? Hoppá. Na, kérlek szépen, 3 giga. Szerintem most onnan... Szerintem ugorjál onnan. Megyek. Igen. Igen, Rex-et ölök már, az több esélyem van rájuk. Anyádat már. Na pusztulj már meg! Vigyázz az életedre. Vigyázzok rád életem. Gyere onnan. Elfogyott a stamirám. Akkor még van egy kicsi. Pont arra, hogy elmenek üljek. Vissza fölmegyek ide a ledge-re, aztán majd fölcsöljük őket ide. Na, menj már föl! No stamina. Scusi! Hát jött kis stamina. Healing-el egybekötő staminázás. Aha. Azért a HP-m az most jól áll. Szerintem körbe fognak enni és rákennek. Megnyalhatják a sarkamat. Miért nem találod el? Új, ne esél le. Innen nem találom el őket. Oké. De miért nem... Ütöd, az anyádat már hát, na. Ennyi. Ki vele? Fölhúz hülyeséggel. Hups. Menj innen el. Egy Dilophosaurus. Dilophosaurus. És gigára fel. Jó, a harmadik. Nem most kakikáján. Na, sárkányt akarok. Ott van egy. Vale, oké, sülök. Még egy, most spannolt ide. Zsír. Elvileg akkor megvan, ami kell. Vale. Lefoglalom a gigát. Egy megvan, hol a másik? Ott halt meg mellette, nem sokkal. Ugye ez jön a giga? Az pannolt ránk. Én legalábbis úgy láttam, hogy az repült ránk. Jön, azt hittem, hogy az meghalt közben. Nem.
szerintem. Na. Valami most nem megy nekem ez a Malagmár irányítás. Gyere, elfogyasztom, nem? Oké. Okay. Új technikám van. Ráugrok. Új technikád van? Uh-huh. Tiktak, ez az én taktikám. Új taktika? Két újas technikám van igazából. Még a sárkány? Ez az, gyere ide! Gyere, baby! Ez kell nekünk pont. Ennyi volt? Ennyi volt. Ha. Gyere egy. Oké, és én megyek, aztán elintézem. Meg is van? Van nálam 7 talon. Nálam van 3, úgyhogy mehetünk. Aha. Legjobb irány, arány. És most jött el azt, ami nem. Itt vagyunk újra a bázison. Én már is vagyok a buránál. Ja, akkor gyere vissza. Én leestem. Elfőtt a staminám. Nem mondtam, hívelünk egyet. Ja, hát gondoltad. Én azt nem tudtam, hogy te mit gondolsz, ne haragudj. Szarkó bőrke nekem még. Fullon van a... Ja, tényleg szarkó bőrke. Picsába. Nekem fullon van a HP-m. Hát nem bírok kijönni most. Beszorultam. Itt vagyok már a bázisnál pedig. Hát azért szorultam be. Most akkor menjek vissza? Hát egy kicsi kérdés, légy szíves. Most jó? Jó, az jöhetsz visszafele. Biztos? Aha. Jaj, pillanat is jövök vissza. Mert megindulunk. Okés. Vigyázz, most kell újra indítsa a gépedet. Igyekszem. Megvendom a gépet, mert a maskára fog menni. Ne! Úristen! Hát ez megtörtént, srácok. Ha tetszik, ha nem. Újra indult a gép, úgy mind a ketten kifagytunk. Ez nagyon jó lesz. Azt a mindent ez nem is van. Ja, haj. Ez nagyon boldoggá fogja tenni ezt itt. Ha visszaér. Kőkeményen úgy lézítettem a gével, ott volt a macska, mondom, megvédem a macskát, hogy ne menjen rá. Aztán, hát ráment, nem volt esély. De hát ez sajnos ilyen. Ja, Istenem! Jó lesz végre, meg lesz majd nekem is a levélem. Ezek cucc. Á, nem mondod komolyan! De igen. A kurva életbe! De miért, cica? De én voltam. Te? De, véletlenül.
Menjünk a gombot? Nem, itt voltam, itt támaszkodtam, hogy ne lépjen látszik, ha már akart ugrani, és ahogy megdőltem, egy kicsit így újraindítottam a képet. Már megnyomtam a kikapcsolás gombot. Úgyhogy ez én voltam. Upszi! Szegény gépem. Nem szereti az ilyen leállításukat. Ne, ez most így nem a macska volt, ez most én voltam, Sotagi. Ez most nem a mafka volt. Egy is vissza is kaptuk ezt a képernyőjét. Gyors vagyok, mint a villám. Úgy, hál' Istennek. Nincsen semmiféle problematikánk ezzel. És már tartunk is befele. Jeeeeny! Ha nem belépeztek, akkor majd be tudok lépni én is. Aztán egy. Hál' Istennek nagyon gyorsan indul újra a gépem, úgyhogy... Igen, hál' az égnek. Szóval azzal nincsen problémánk. Csalla, la, 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 la. Ezt éppen ciszta a pancsos simogat. Igen, puhat a pancsot simogatok. Na. Na, volt egy kis rollback. De voltam. Kérdés, hogy te hol fogsz ébredni? Mert hogy mennyi utc van nálam. Remélem most... Ugye nálam van a 7 sárkánytaló, remélem ezzel leesek majd a textúra alá, és... Aha, benne vagyok, visszaveszek is. Aha. Oké. Okay. Jöhetsz visszafele. Piszi? Aha. Az istenit! Mi van? Beszpamolt egy köcsög, gyere ide! Hova? Mi? Defender! Hol? Bázisra! Az anyád! Hogy spamolt ez be a bázisra? Halli, Asdoló! Szevasz, Asdoló! Nem tudom, hallod, de bázik beszpamolt! Na ilyen se volt még! Mindig azért nem én volt, tudod, hogy van ez? Az így van. Nagyon szépen köszönjük, nagyon jó vagyunk. Most éppen nem sokára megyünk rá a sivatagi titánra, igazán le kell tudnunk a ballangot, aztán megyünk és meg lesz nekem is végre a dekreplikátor. Addigban nem alszunk. Nem biztos. Addig nem alszunk, amíg le nem ütjük a titánt. Az, hogy meg lesz a dekreplikátor, az már egy másik történet. Most már tudjuk a taktikát, azzal nem lesz probléma. Aztán ennyi. Egy, főszinteztünk 2 Rexet, a Rex hadseregből azt hiszem már csak 2 vagy 3 Rex van már hátra, akit fogok szintezni. Igen, valami úgy. 2 vagy 3, nem vagyok erre biztos. És utána készen állnak a Rexeink. Lehet, hogy több az. Na már néztem őket, még 1-2-nek valaminek 1-2 szint hiányzik, mert ugye Madex is szintezett egy Rexet, valamennyire a majdnem fullra. Hun meg kinyírt egy másikat. Hun meg ott egy másikat, de ő szintezett egyet közben. Úgyhogy jól alakul, jól alakul. Na hát elég... Jaj, elég lesz az a, ez a kis hadsereg itt mögöttünk, úgyhogy... Hát Redket kell még felszintezni, akit így látok most hirtelen. Pénteket. Meg ott a végén van még egy, amire nem próbálom olvasni a nevét.
Ugye az egész jó, meg vagyunk. Akkor megvan. Van át korrupt hát? Van. Mennyi? 100. Na, szuper, akkor ezt vissza is lakom ide. Hogyan a HP? Szerintem már jó. Már nem kellett sok, amikor leszálltam róla. Hát nem már felakadtam a forgasomban. Tele vagyok. Mint a déli busz. Követ szegény. Igen, tudom. Már kódolom hozzá le a spanoláshoz szükséges motyót, jó? Oké, okay, csak össze kell húsít tőle, adom a dinónak. Jaj, nem akartam felszerelni. Gyerzsenek, már le kell vennünk majd szalkoszkinért. Ne felejtsük el. De hogy végig a bal nem jut, az csak utána lesz. Hú, baszki. Utána jut elszünk be, az azért kemény lenne. Négy felére ki is dobom majd mögéd. Mennyi hús van a polónál? Nem sok. De azt kivehet. Kell a disznónak. Nem akartam felszerelni rád. Ki is dobom. Mindjárt. Tedd bele az Afroditéba. Én ki akarom dobni. Akkor dobd ki. Hiá, hiá! Vetik? Mhm. Ennyi. Apolló is megvan. Indul a mandula. Nincs egy darab szalkó se, hogy van ez? Szagyan, hogy egy darab szalkó sincs, semmilyen állat nincsen. Itt szoktak lenni. Hányunk a másik irányba, hát ha találunk egyet-kettőt. Mennyi kell még? Négy. Négy, azt hiszem. Mennyi lazac van itt? Ja, lazac. A lazacé. Most éppen hallaltatom a managmárt. Hát... Semmi? Nope. Menjünk vissza a földgömbhez akkor. Azt a mennyi Defender. Lopós genya. Menjünk vissza a földgömbhez. Hát ez nem igazán hiszem, mert így sincs semmi. Ezt nem mondod komolyan. Hol van a krokodil a mappán? Bakker! Az vagy a térkép nem jelöli, hogy hol van víz. Hát menjünk vissza le, aztán hát, ha most, hogy visszamegyünk, akkor ott lesznek még. Kell a szarkó bőr ahhoz, hogy le tudjuk hívni a titánt. Az jó, titánt. Még négy szarkő bórra. A szarkó bőrre van szükségünk. Én követem a folyót, mi szólsz hozzá? Mit? Követem a folyót. Ez lefele visz oda, ahonnan jöttünk. Ja, de visz le. A...
ahol defendereket. A zöld obelisknél? Nézzük meg. Mennyi karnó van itt? Na. Raptor alattad. Hű, milyen szuper zöld karnó. Jaj, de zöld. Na, hol lettél? Felrepültem a zöld obeliszkhez. Hát itt nincsen, Egy álcsi. Szép a színe. 50-esek. Volt. Hát itt sincsen. Basszus, nem ár, hogy ezen múlik. Itt egy Alfa Rex. Alfa? Aha! Nem is tudtam, hogy van Alfa a mappon, gyerekek. Ez első, amit itt látok. Itt egy 20-as Alfa Rex. Na, nyírjuk ki gyorsan. Kíváncsi, hogy mit dob. Trikeball helmet, alap. Kaptam egy Apprentice Kitten Leggings-t, egy Apprentice Crossbow-t. A helmeteket is ennyi. Mennyi minnyi veszed. És a Stegótól, a Tech Stegótól kaptam izéket. Mit? Alice Snappy, Szevasz, Snappy, mi újság, hogy vagy? Mit kaptál a Tech Stegótól? Izéket. Fémet, meg ilyen mindenféle okoságot. Na, mondod. Ja. Na hát menjünk vissza, ahonnan jöttünk szerintem. Nem lesz semmiféle ilyesmi. Hát nem hiszem, hogy lesz. Irány vissza a bázishoz. Köszönjük szépen a hostot. Köszönjük szépen a hostot, Snappy. Meg sem érdemeljük. Na nézzük. Vissza? Menjek utána. Ajjaj! Mi van? Valahogy jobbá tudjuk ezt tenni, Snappy. Ajjaj, hát az nem jó. Mit tehetnénk, érted? Szerintem ide menjünk le. Nem tudom, látsz-e? Kövessük a vizet hátha. Úgy, ne. Hát ilyen gacsaszaur. Úristen! Ez egy nagyon pink. Fáj tőle az ember szeme, csak annyira. Úgy, kicsit belefájdult, belesargott. Azt mondod, hogy jaj. Jaj, az jó lenne, nekem is jól jönne egyébként. Én tudom. Legardium Leviosa. Úristen. Nem tudom amúgy. Úristen. Hát igen. Nekem a hasam fájt nemrég, de úgy nagyon nem tudom, valami rosszat tettem, mert nem tudom, még vissza-vissza jön mindig. Szerintem vagy a belején fájtak, vagy a hasam, vagy nem is tudom, mi volt ez. Most keményen újra indít megint. Ne, az előbb is te indítottál újra, nem a macska. Tudom, csak ráfogtam. Segény csicsa. Sajnos ehhez nem értünk, Snappy. Bárcsak értenénk hozzá, úristen, de jó lenne. Jó lenne. Az bekerülne a hasznos skillek tárházába.
Én lennék Eszti a gyógyító. Semmi nincs. Hogy? Nem hiszem el. Negyed órája szarkót keresünk, bakker. Árk, hogy én mennyire utállak. Itt máskor hemzsegnek, szó szerint hemzsegnek a szarkók. Bizony. Most semmi nincs. Általában lejövünk egy körre, és tele van szarkóval. Most semmi. Ide spannolt egy enkiló, és ennyi. Meg egy korrupt... Tera. Menjünk egy kicsit kijebb, csak egy tad. Hova kijebb? Csak ide föl, hátha itt is lesz valami. Hova ide föl? Ahol én vagyok. Nem tudom, hol vagy, azért kérdezem, kicsit föl. Kész felől. De jobb. Kicsit jobbra. A peremen? Ja, látlak. Ott azon a kis ledzsen a folyó látlak. Mellett fönt. Ott. Hát itt vannak békák. Itt vannak ankylosaurusok. 3 egész pontosan. Hát egy szarkó. Jelenve szarkó volt, bocsánat. Bár is van, az kinyemi. Nem, tatyúban van. Itt van egy? Nincs skin benne. Itt nálam volt egy... 2? Köcsök. Akkor még kell 2. Azt néztem. Jó, az pont nem dobott skin, úgyhogy ezt nézd meg, az hátha bekerült a jószágodba. Ott is, oda is. 3. Betettem még 2. Ja, igen, 1. Akkor már csak 1 kell. 1 darab. Ó, azt nem hiszem el. Itt fogunk még szenvedni 1 darab szal. Hát ez... A világon nincs ilyen gyerekek. Köszi, Káos Doló! Egyre végigjártunk mindent, ahol tudjuk, hogy szokott lenni. Meg szerintem meg lesz ez. Még keresünk még egy ilyen ledzset valahol. Mennyire gáz az a béka, te jó ég! Most drágám. Ennyi, így itt egy kakilosaurus, itt egy kakilosaurus. Fejét, hogy meg ne sántuljon. Ez az. Még tudom, látok egy békát? Nem látom a táskát. Megült eszkó, egy izét. Kakilosaurus. Nem érjük a táskáját. Szerintem bekerült megint a jószágodba. Nincs benne. Azzal kezdtem. Nincsen táskája. Kecsög. Biztos nincs benne? Nem, csak megkérdeztem, na. Hát nincsen mázling. Egy kell úgy, hogy ezt már jó lenne, meg lenne. De közben hát, legalább jó lenne már, mert még legalább fél óra, mire kiütjük a barlangot, legalább 45 perc, mire kiütjük a titánt. Nem, biztos, hogy találunk egyet, szóval nem lesz, hogy nem. Csak tudod azért, amikor elhatározol valamit, hogy majd ezt csinálsz arkban is, akkor azt mondja, hogy meg a lófasz. Már elnézést kérek a kifejezését, hogy ezt nem, de te ezt nem csinálod most. Megadtam a szarkót. Nagyon örülök, hogy találtunk egy alfarexet amúgy. Megvan. Jej. Na most bezzeg, most már jönnek a szarkók, az anyátok picsáját. De csak azért, mert már nem kell. Na, én meg is vagyok. 11. Vissza akarsz menni a bázisra még, vagy mehetünk? Mehetünk. Most már vagyok én mindennel.
Akkor elindulok az okay. Őfele. Megyek. Úton vagyok. Nem hoztunk eltűnőt. Nálam van három. Csak szólok. Adjak egyet? Nope, kraftolni szerintem én is tudok. Mert kitanultam. Meg követősön legyen az állatod. Touch hide meg fiber. És csak szerekeztél egy kis hide-ot, bocsánat. Hide-ot? Meg kell a... Ja, kidobáltad. Egy kis fiber, az meg lesz. Jó, Istenem. Miért nem tudok csinálni? Aztán nincs nálam hire, persze már a jószágban van. Mennyi? Tedd a hudbarodba. Az azt hiszem, hogy esetleg megkraftolódik. Reméljük nem lesz rá szükség. Hogy? Na én itt vagyok. Indul a mandula. Úristen, de jól néz ki! Yeah! Az anyád. Azt a sok színes delevér. Köszi szépen, Madex! Köszi, Madex! Kérlek, csatlakozz, ha van kedved. Ha már nem, már vissza kell mennünk hozzá. Az is igaz. Lila kígyó, oh my god! Azt mondják, hogy végig tudunk ugrálni. Miért nem bírom ütni a hülye kígyókat? Valamit de változtattak a... De azt ilyen már tudod, amikor nem tudod le a barlangot és végigugrálsz. Komolyan, valamit változtattak a... Nem, mindig voltak ilyen paketek. Ennyire nem volt durva. Itt van velem szembe és nem találja el. Mert pont a paket szélén vagy nekem, mert sok szó volt. Ezek után már kell egy kis stamina nekem. Nekem is. Igen, Hero végig tudjuk tolni, de nem szeretnénk. Mert így jó.
Ez a lényeg a barlangnak, ugye ezért lett benne barlang, szerintem kell egy kis gamma majd a srácoknak. Ó! Oh. Meg is vagyok? Köszönjük szépen, Hero! Tudjuk, de nem akarunk leszállni róla. Hozzá vagyunk nőve. Már leszállunk róla, akkor biztos megtámad minket valami, azt meghalunk. Nem azért, mert már történt ilyen, csak tudod. Te jó? Gyere, gólemke. Na pusztulj már meg! Meghalt. Jó nagy volt, 135-ös volt. Stamrázok. Oké, és én is. Én biztos, nem. Én próbáltam az official PvP-t, de nem. Nekem a kis 700, a kis 800 órám az nekem bőven elég árkban. És én inkább úgy játszom, ahogy én szeretem. Dettó. Nekem nincs annyi időm sajnos, hogy PvP-zek official-en. Nagyon jó lenne, szeretném, hogyha lenne. Félre ne érj. De nincs. Nem, sajnos nincs rá időnk. Úgy mi az általában úgy játszom, ki szeretjük. Nagyon jó ennek a tanácsok, Hero. Marex! Ez te vagy? Gyere, csücs fel hozzám gyorsan! Ki ez? Nem tudom. Ki ez? Nem tudom. Szerintem ezt... Hogy tudom kidobni? Köszönöm szépen, hogy szórakoztató. Én jól érzem magam is. Hogy jött be? Nem ott tudod. Hol tudom? A... Kire? Vissza? Viszkép? Ott van. Posting administration, és ott tudod. Ja, az astró volt. Jaj, bocsász. Bocsánat, ez ban volt, elsőnek szóljál, azt utána gyere. Így van. Hát ilyen fia, szóta volna, hamarabb nem lett volna ban, majd vissza lehet rakni, de nincs nálunk annyi manak bár, hogy most legyen hely még egy embernek, meg az vissza kéne menni a bázisra. Vissza kéne menni a bázisra. Nem igazán vágom a kappát, megmondom meg őszintén. Kappa? Tudom, kellene. Ja, nem te voltál. Ja, ennyi. Ja, Istenem. Jó van, most már így vágom. Jó van. Szarkom. Oké is. Ja. Jó, lassan leesik, igen. Mondtam, majd, gyerekek. Majd felfogjuk. Mondtam, gyerekek, én ma nagyon lassú vagyok, úgyhogy igen, a felfogásunk szuper kérek. Lassú, úgyhogy bocsánat emiatt. De mindegy, tényleg azt hittem, hogy hirtelen mondom, úristen, mi? Hogy? Azért mondom, szólt volna, hogyha jön. Persze. Meg ilyenek. Ezt most jó betrolloltál minket, és sikerült. Igen, Móban. Gratulálok. Kidobok valamennyi húsit. Nagy dé.
Köszönjük szépen egyébként, Hiro, hogyha jól érzed magad itt. Mi messze állunk a profizmustól, úgyhogy általában elég sokan azért jönnek ide, hogy szórakozzanak rajtunk. Igen. Meg ezt azért is csináljuk, szóval ezt nem is tagadjuk, szórakozásból van a... Igen, mi nem vagyunk profik, és nem is igazából nem célunk. Nem is tervezzük, hogy profik legyünk, erre jövünk. Nem is tervezzük, hogy profik legyünk, tehát ez abszolút esélytelen, hogy mi profik legyünk valaha is. Igen. Barang. Ja, tényleg barang, bocsánat. Nem menjünk jobbra egy barlangban, mert akkor jobbrang lenne, srácok, ezt mindenki tudja. Nem tudsz úgy csatlakozni, ez igaz. Barlangban mindig balra kell menni, gyerekek, ezt jegyezzétek meg. Ez így van, azért barlang a balra, mert balra mész. Ha jobbra mész, akkor az már jobbrang, az nem ugyanaz. Ajj, hello! Hoppa. Ugye ez rád megy a gólem. Meghalt meg. Meg. Föl kell venni az artefektet. Tényleg. Majd nem kérdés, tényleg volt, az tényleg volt, hogy igen, tényleg föl kell venni az artefektet. Van lila szászka. Lila szászka, az kell. Az artefekt, ez nem itt van, nem? Nem itt van? Itt szokott lenni. Le tudjuk fágni az utat, ha itt átugunk. Itt szokott lenni, nem? Geronimo! Oh, wow. Megvagy? Én meg vagyok, te is vagy. De másik irány. Tudom, csak jöttem segíteni. Köszönöm. Ja, irány az artifact. Na. Hoppa. És ennyi. Az felent annak a végén. Itt egy lila kígyó, oh my god! Miért nincs? Há, hogy van? Mi nincsen? Mi nincsen? Itt is szokott lenni pedig a... Tudod, az artifact, amiket már régen felvettem? Vagy a... A loot. Ja, loot. Ja, az mindig máshol van. Há, igen, utána rájöttem, mikor már elkezdtem keresni. Hups, mégsem itt van. Na gyerekek, kezdődik a tortúra. És itt vagyunk, hú, titára készen. A répény szívem, mert nem férek oda a dögöttől. Köszönöm. Dögömtől? Milyen dögömtől? Köszönjük a szádban. Magyarul. Utána meg azzal leszel, kérlek szépen. Sőt, azzal is csókollak meg. Mehet? Mehet. Leszálltál? Leszálltam, készen állok, mester. Hol jönnek ezen a vérek, várj! De van, ott van a nullán. Ne. Nem volt, de kraftoltam. Izgalomra fel, gyerekek! Ezt a részt már nagyon vártam. Igen, de azért köszi szépen az dolog. Inkább szóljál minden.
Itt van Apollo. Gyere ide, Afrodité, drágám. Gyere, Apollo. Lábhoz. Na hát, te! Na de jó, Afrodité beszpannolta egy kőbe. Aki kibírtam jönni, hál' az égnek. Mi van? Tizára fel! Figyelj ezt a minára nagyon. Stamina? Új, nem akartam ilyen messzire elugrani. Oké, és? Bakker. Én is staminázok. Na, már egy jó kis. 2%-a lement. Egy staminával. Jó, alig van nálam, húsi. Stamina. Hú, detto. Megúsztam a flokkot éppen. Kuzsi, nálam sincs, de most már lesz már. Ja, én is gyilkoltam gyorsan. Úristen, rám spanolódott egy izé. Oké, és már sem van nálam, Husi. Aj, na már! Hú, pont megúsztam. Ezzel megy el egyébként a legtöbb stamina bakker. És menekülsz ez a szar ellen. Vagy elől. Egész jó alkó. Már nem tudom, 10%-a. Elég kétszer kell ezt emelni. Amúgy, ha rajtod van ez, és csak az oldalát nyomod körülötte, akkor is lejön rólad. Hogyha az oldalát? Úgy. Igen? Aha. Nem kell, hogy elrepülj messzire tőle. Ó, oh, stamina! A rohadt életbe! Ez vízbe esek. Jaj, de jó nekem. Na, ezt jó tudni. Ó, oh, bakker. Oh. Né, ez is megvan. Jeeeej, yeah, jók vagyunk. Hát ez most már csak tényleg. Időkérdése. Tényleg. Stamina. Úgyhogy repkedni kell így nagyon fogy a stamina. Igen, én tudom, csak az a baj, amikor azon megjelenik előttem, akkor én bepánikolok. Egész jó megy. Köszi Marek, szamúgy most már profin megy. Köszike. Anyás. Kicsit befoscsiztam. Én is. Hú.
Oké. Okay. Na, ez most egész jól ment. Köszönöm szépen a tippet. Igyekszem majd nem parázni. Ah, ma megint, ez az, oké. Okay. Stamina, ma megint. Játékidő van Csicsáiknál. Azt mondod? Igen, jönnek játszani? Hallom a csőgést. Tök jó állunk. Ne, picsába! Paszki! Jogi. Meg fogok halni. Rott, igen, nincsen stamina, nem tudok elmenni. Nincs előre. Dupla B-vel. Ah, baszki. Belém csapott. Hú, tényleg, gyerekek. Ez nagyon stresszes. Az. Azt hittem, hogy sokkal jobban leviszi az életemet. Ma megint. Hogy ez? Olyan jó. Szuper jó. Csak én stresszelek, gyerekek. Mint mindig. Én nem stresszek annyira most már, és így tudom, hogy hogy működik, meg ilyenek így most már kevés stresszel le fog menni szerintem részemről. Igen, mondjuk nekem ez már megvolt, úgyhogy annyira nem fontos, hogy nekem meg legyen, neked fontos. Na, hogy egész jó megy le az élet, azt hiszem, hogy rosszabbul fog menni. És tudom, hogy lehet gyorsan lőni, vagy sokat sebezni. Hát nem túl izgalmas ez a sok húsevés, gyerekek, sajnálom, de... De hogy nem, imádják. Mondták is. Nézett valaki időt, hogy egyébként, hogy mikor kezdtük el gyilkolni a kicsikét? Nem, én nem igazán néztem. Valaki mennyi ideje nyomhatjuk még? Na, szerintem nem olyan biztos. Ez a manak már, ez egy nagyon jó buli rá. Legjobb az egészben. Köszönjük szépen Zsutinak, hogy javasolta. Igen, köszönjük. És kb. Most úgy beszélünk róla, mintha ilyen tök egyszerű lett volna megfogni ezt a manak bárt. Nope. Nem volt az. Mi nagyon sokat szenvedtünk ezzel. 20 részeket szerintem. Hát 20 részeket nem, szerintem háromszor futottunk neki, vagy négyszer. Már akinek. Aki mázlis disznó, annak könnyű. Maradjunk ennyiben. Nekünk nem volt az. Igen, én ebben semmi könnyűt nem vettem észre, hogy... Igen, mint például Sateginek, hogy összeakadnak, vagy valamiben beleakadtak, vagy nem is tudom, mit mondott, hogy volt. Jaj. Láttad az izét? Az izét nem. Izét nem láttam. A blueprintet a... Valahol. Milyen blueprintet? A...
Milyen vagy is hívják blueprintet? Fogalmam nincs, hogy miről beszélsz. Én most csak a titánt látom. A replikátor blueprintet. Replikátor blueprintet. Azt a mindenit! Mi van? Hú! 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 Isten! Hú! 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 Hát elméletileg benne van a blueprintes ládikába, de nem inném, hogy ez most éppen a megfelelő hely és időpont arra, hogy azt kitárgyaljuk, hogy hol van a blueprint. Azt a mindenit! Hú, de jó, hogy volt nálunk. Ennyi. A varázs ejtő ennyi. Á, baszki! Rossz gombot nyomtam! Oh, a rohadt életben. Elfogyott a staminám. Milyen blueprint? Az engram, az nekem ki van tanulva. Hát igen, hogy amikor ugye azt beszéltük, hogy abba a szuszba lehet megcsinálni, ahol a titánt elő lehet hívni. Igen, de nekem megvan az engram. Igen, és az hol láttal azt az engramot benne, abba a cuszba? Milyen Nem is néztem. Há, volt ott valami mappa, de én nem néztem, hogy mi van a mappába. Ja, volt ott egy mappa. Aha. Oké. Én csak arra voltam kíváncsi. Róli kicsit rébuszokban beszél, bocsánat a gyerekek, néha nehéz megértenem, hogy mit mond. Na, az az, hogy ugye már beszéltünk róla, hogy a replikátort hol le kellett. Jó, csak először azt kérdezed, hogy hol van a blueprint. Na, milyen blueprint? Na, majd arra gondoltam. Ez az, arra gondoltam. Ez az. Nem, az engram szerintem nem kell hozzá blueprint. Csak meg ki kell találnunk, hogy hogy hozzuk el a cuccot. Hú! Ez közel volt. Most csak engem targetelt be, nem a Managmárt. Ez mennyire köcsög már? Nekem azt csinált egy párszor. De nekem ezt most csinált először. Úristen, mennyi utol az elbetűt! Négyes! Baszki! Miért nyomtam meg az elbetűt? Mert elbetűt nyomni jó. És most fogok meghalni, el fog találni a... Nem fog ki, nem fog, szét fog repülni belőle. Hagyj egy ki. You were killed by a desert design. Nagyon fasza. Ott az ágy, nyugi. Látom a managbáradat. Felviszem hozzád. Az ében ébredtél? Rossz, én ébredtem. Ez az? Igen. Oké, és viszem a vizére. Rohadt életbe! Miért nyomtam meg az elbetűt? Ha felszállsz az enyémre, akkor leviszlek a tiédhez. Szállj egy föl gyorsan. Igyekszem. De miért nem száll föl? Várjál, leszálltam megint. Miért szálltam le? Mi az Isten? Megyek föl. Fölmegyek meg ugye. Na, oké. Okay. Ugorj. Okay. Hol a managmárom? Itt van valahol. Megjöttem. Fütyid le rólam. Oké, mehetünk. Megkeresd a testet? Nem, most nyírjuk ki előbb a titánt. Nem is látom a zöld fényt egyébként.
Ja, de meg kéne keresnem a testemet, mert kell belőle a... Zejtőernyő. Valahol ott a torony környékén haltál meg. Aha. A manegbát az itt volt benne a vízben. Aki kaptő egy eltörnyőt, vannak bárban, biztos van még Hyde. Megvan. Super. Már nagyon kevés élete van. Jövök. De ne üsd majd. Ez az. Megvagy? Megvagyok. Fel vagyok akadva. Akkor meg is halt? Meg. Szuper! Így vagy. Akkor megkaptál mindent. Igen. Nincs nem semmi. Testében van. Valahogy meg kéne nézni az istenit már. Az valahogy túl magasan van. Áh, hülye Tony Dragon, menjél már innen. Túl magasan van, és az a baj, hogy keresztül esek rajta. Nem írt ki semmit, amikor... De. Hát akkor nálad van minden. Semmi nincs nálam. Se a jószágnál. Nézd meg az engramjaidat. Ott sincs az dolog, azt mondja Roli. Nincsen. Az engramok, ezt megkaptam, itt a teknopikát, a techboost, a tech-generátor, de jött cucc is vele. Biztos nincs az állatod van? Nincsen. Na baj, amit akartál, azt végül is megkaptad. Nem érem el, Marex. Nem érjük el. Ez a baj, hogyha repülsz, akkor nem tudod ütni. Igen. Ó, rajta vagyok! Voltam. Ennyi. Hát ott átesik rajta az állat. Pillanatra megállt rajta, de ennyi. Ejtőernyőzzek rá! Átesett rajta, Roli. Megvan minden! Ennyi! Át kellett rajta ejtőernyőzni! Baszki! Wow! Szia, cica! Mi mindent kaptál? Talon shell ammo? Kaptál compound boat! Oho! Azaz! Kedvencem! Én sem szeretem. Én egész szeretem. Jókat kaptunk. Ezt is. Kettő Riot cucc. És a trófa is megvan. Hát szerintem egy olyan 20 perc volt előtt, mire kiütöttük. Ah, kb. Egy 20 perc volt, ja. Szia, cica! Szevasz, mafka! Sikerült az ideám, megvan nekem se replikátor, megvan nekem se replikátor. Szia, cica, ja. Ha megvan minden cuccunk a replikától, most már csak kéne valami, ami OLPC. Ennyi! Hú. Remélem, hogy tök jó rájött cuccunk. Köszi, Vodex! Köszi szépen! Ez szansz! Roli happy.
Úgy, Rolly nagyon happy. Ezt már nagyon kellett Rollynak. Várjátok, egy képet csináljunk a megölt jószággal, gyere ide a fejéhez. Csomanak márokkal. Ezt lefütyelem magamtól. Miért eldekompóztol. Nem fér bele, vannak bele. Előre kell mennünk egyet. Passzívra fütyültem őket, hogy ne ugráljanak el. De én pedig is passzívom volt. Na, én nyomtam egyet a biztonság kedvében, itt még addig játszatozunk, hogy... Úgy, itt jó lesz. Jó éjszakát, kösz szépen, hogy itt voltál. Á, nem jó, erre jöttem. Ha be tudsz ide állni mellé. He, marog már a... Oj, jó lesz. Ott. Én maradok rajta, csinálj egy képet. Gyorsan. Nézd rám. Jó éjszakát, hasdoló. Jó éjszakát, hasdoló. Köszi szépen, hogy itt voltál. Köszi kell. Na, nyomja gyorsan. Nyomtam. Yeeeey! Lezett itán for the win. Nekem is megvan. Ez az! Na, mehetünk vissza bázisra. Én szerintem túl teljesítettük a mai tervet. Te azt csináltuk, amit leírtunk. Gyerekek, hiba van a Matrixban. Szerintem is valami gond van. Ez jó volt. Tetszett. Csináljunk sűrűbben ilyet. Én most félek. Komoly gond van, gyerekek. Ilyen nem szokott történni. De mondjuk én meghaltam, úgyhogy volt kikszer. Igen, szóval ezt én már meghatározom, szóval. Baszki, megnyomtam az elbetűt. El nem hiszem. Úgyhogy mehetünk visszafele. Menjünk. És akkor megletem a testtel is. Aha, kipakoltam minden cuccot, ja. Szuper. Mindjárt víz. És jövök, nem szokott esni az eső. Hát itt most esik. Gyorsan iszok is. Yes. Jövök. Beugrálhatsz, én is megyek. Percen belül ott leszek majd. Hát csak nem akarom, hogy... Ugye? Veszek le a gombából, bocsánat gyerekek. Ó, én is. Jó, kicsit túlrepültem. Á, nem akartam fölvenni. Micsába. Ó, teknős tojás! Beszpanolt egy teknős! Nem szokott beszpanolni semmi, ez meg már a második. Na, mi az Isten van itt? Gyere, Apollo, nagyon jó szolgálatot tettél. Tényleg hiba van a Matrixban. Nagyon örülök neki, hogy itt voltál köztünk, Apollo. Két managmára kiütöttük. Nagyon király. Voltunk. Én azon gondolkozom, hogy, hogy a managmár az nem lenne hatékony a jeges titán ellen? De, amúgy lehet. De kéne, oda kellnek a rexek is, ugye? Hát ne, de nem azt mondom, elvizik a rexeket, azokat ráfütyüljük. Én, hát én a Yucatánon leszek azon a Yakita izém, mint leszek. Yutiranosaurus? Valami ilyesmi, azon leszek rajta, mert boostolom a rexeket, ugye? Az kell. De akkor ott te jöhetsz egy izém alagmára. A rex az a baj, hogy rajta ülsz, akkor fogy a staminája. Ezen mert nincsenek fölhúzva staminára. Csak úgy kell csinálni, ugye, hogy nem tudom, 4 vagy 5 rexet intunk első körbe, amikor azok megfagynak, akkor kidobálunk még 2-t, amikor lejár a timer, kidobálunk még 2-t, amikor lejár a timer, kidobálunk még 2-t. Mert ugye akkor folyamatosan ütve lesz. Nem az lesz, hogy egyszerre rázudítjuk a 12 rexet, és mindegyiket lefogyasztja egyszerre a picsába, hanem folyamatosan lesz ütve. Csak készülj fel arra, hogy a jutát is le fogja fogyasztani. Lehet ilyen grupphozni a rexeket, fütyülős grupba. Vannak fütyülős gruppok. Ez tök mindegy, ha fagyottak. Hát igen, de amik hátul vannak, mögöttem vannak, azokat utána rá tudom küldeni, amíg a többiek fagyottak. Ha a Q betűzöl, attack this target, és az összes megy arra. Igen, de épp azért nem az összeset küldjük rá. Hanem Q betűvel be lehet őket gruppozni.
Már elbetűvel beletüket grupozni. Szávasz, hund! Szávasz, lemaradtál az actionről, most nyírtuk ki a titánt. Felszinteztünk két rexet, letoltuk a barlangot, letoltuk a titán. Truth point, én haltam meg is róla, meg lett a titán. Ah, megvan a titán! Úgyhogy egy határozottan jó részt zártunk ma. Úgy bizony. Hát ez kifejezetten az a nap, amikor tényleg elmondhatjuk azt, hogy nyugtába zárd a napot. Ez így van. Hál' Istennek Subnautica-ban is sikerült minden, amit elterveztem, úgyhogy ez ilyen win-win. Nem, kicsit stresszeltem és F betű helyett E betűt mondtam. Vagy odara helyett E betűt nyomtam. És leugrottam. És megrázott az áram. De gyorsan vissza... Mi az már? Fölkeltem. Igen, és elsőnek a jeges szinten jeges szigeten ébe. Igen, mert ugye ott szoktam meghalni, és automatikusan ugye ott van a búra, minden oda kattintottam. A webpontokhoz berakom a kampanbót, meg a töltényeket, amiket még kaptunk. Ja, az csak blueprint? Nem, az egy kampanbó. Ja, a weaponokhoz? Oké. Okay. Oh, van kampanbók, úristen. Oh, hello, baby. Köszi szépen, neked vége napnak. Akkor kockusz már egyet, hunni. Köszike. Kaja lesz még előtte, vagy mész már rögtön? Baby, olyan szép vagy. Majd csinálok hozzá töltényt. És jönnek a receptek. Pontosabban nyilvesszőt, nem történt. Oké, és de hát még mi is leszünk egy pár percet, aztán majd megrédelünk, ha gondolod. Úgy szerintem megrédelünk akkor majd. Mivel akarsz játszani? A Far Cry lesz. A messze síró. Az inkább, de nem szeretem, ha tartozik nekem. Mi? Ouch. Ez a brutál sok Rex annyit zabál. Hát te. Én nem tudom rendes szerveren, hogy tartják őket életben. El sem hiszem, ez sikerült. Ennek nagyon örülök. Én sem hiszem. Első próbálkozásra. Hát igazából már valamilyen szinten. Hol ez is? Tudtuk, hogy mire vállalkoztunk, meg tudtuk, hogy mi vállalkoztunk. Tudtuk, hogy mit csinálunk, mert ugye már egyszer lenyomtuk a titánt Hunékkal. Úgyhogy annyira nem volt újdonság, de nem volt fullosan újdonság. Nem témeltem. Nem is találtam semmi olyasmit, amit betémelt. Amire azt mondtam volna, hogy na, akkor ezt most betémelem. Ugye terveztem ez a Valentin akció alatt valami idióta színvállalatot betémelni, de... Hát gondold el, mert ezt még aztán valamit. Ja, most itt körberepkedem egy picit. Nem még hát, kraftolgatok. Nagyobb is tervezek kraftolgatni még egy-két cuclit. Mit akarsz kraftolgatni? Metal ceilinget, hogy meglegyen a tetünk. Nincsenek állatok. Van egy pár, jó nagyok. Hehe. Most magunkról beszéltem.
Ide még rakunk egy pár. 4 Defender unit. 4. Nagyon sok Defender unitot láttam mostanság. Nem, valami kis könnyű lazat témre gondoltam, Madex. Semmi fárasztót, így 3,5 óra után már nincs kedvem semmi komolyba belefogni. Ki kell tanítani? Nem, Hun, ne beszélj hülyeségeket. Ne. Madex, neked semmi sem nehéz. Nekünk igen. Igen, szóval... Nem néztetek már minket nem tudom hány órán keresztül. Nekünk minden nehéz. Igen, egy egyszerűen 3 óra streamet túlélni nehéz. Mi nem vagyunk jók. Tudod ezt? Mi nem vagyunk profik, oké? Mi csak casual playerek vagyunk, nem ugyanaz. Casual playernek nagyon jók vagyunk, meg kitartóak, de mi csak casual playerek vagyunk. Úgy. Akarok vinni mindenféle kép Rexet, Zsuti, nem arról volt szó, hogy nem viszünk Rexet, csak gondoltam elvisszük az egyik managmárt is legalább, ugye mert az elméletileg el tudok vele ugrani, hogy ne fogyasszom meg, de aztán majd kiderül, hogy mi lesz a vége a történetnek. Rexeket nem is terveztem egyáltalán ülni, mert ugye azzal fogyasztam rájuk, és nem staminára szinteztük őket. Abszolút nem. Hanem HP-ra, meg Miri-re. Ugye nem akarok Rexen ülni. Megpróbált meg ér végül is. Aha. Figyelj, Evennél a titánnál is bevált. És akkor melyik kell menjünk következőnek? De... Egy próbát megér. És a gigáid mekkorákat sebeznek, Zsuti? Ahhoz, hogy be kell fogni pár gigát megszaporítani őket, Matex, de jól hangzik a terv. Még egy Defender unit. Itt ide környéken amúgy? Aha. Oké. Nem megyek messzire, mert tudom, hogy nem élhetsz nélkülem. Nem tudok élni nélkülem. Engedj, hogy élhessem. Milyen jó hangom. Szexi. Úgy. De legalább gyűjtök húst. Hús gyűjteni jó. Ó, de jó lesz, holnap nem kell ébresztőre kelni. Istenem, végre. A legjobb nap lesz holnap a paradicsomban. Ja, holnap végre nincsen munka se. Bizony. Keresek valami fogam alávalót, Madex.
Tudod, azon... ezt ilyen az a meglátni és megszerezni típus. Így van. Új, T-Rex. 135-ös fiú. Már nem rossz. Hát... De jótól azért messze van. Inkább lány kellene. Ha pink lenne, akkor befognám, vagy ha lila lenne. De ez csak ilyen, semmilyen színű. De azt mondta Zsuti, hogy amiket vittem... Felándozhatók. 1700 körül? Hát ez nem duplája a legsebzésnek kb. Na jó, nem, nem. 1100-at sebeznek a rexeink is. Aha. Végül is. Ami nem rossz. Megetettem a gacsát bagolköpettel, aztán csak úgy ontani fogja kifele magából a cuccokat. Hű, rengeteg bagolköpet hoztam. Száznegyvenötös van kiló. Hups! Milyen színű? Normál, semmi extra. Igen, csak az a baj, hogy Spino-t fogni most nem tudok elmenni, mert a koronnak is jönnie kell. Csak itt a környékén tudok barangolni. Meg most Spino-t fogni úgy nem akarunk elkezdeni, ez azért elég sok idő. Most már csak tényleg az ilyen fine tuningot csináljuk, aztán ennyi. Nem lehet HP-ra húzni a gigát. He? És mennyi az alap HP? Mennyivel fogtad be őket? Itt egy pink enforcer, remélem ez valami nagyon nagy, egy lila enforcer, na remélem ez valami nagyon nagy szintű lesz. Pff, level 5-ös, az valami kis gagyit ad majd. Hát az nem nagyon nagy szintű. Sajnos. Lehet 17-es. Na jó, van, menjetek már innen. Structure, metal, metal ceilings. 16-ot tudok még belőle csinálni, ez tök jó. De ez mennyire durva, ott nagyon az elején... Kiütöttük azt a száz nem tudom hányas enforcert, azóta nem találtunk nagyot. Ne, utána van még egy, csak ne, ahhoz már nem félnék be a cuccok ebbe a cuccba. Az nagyobb, az erősebb. Ja, tényleg van még egy. Na jó, nekem mindig HP, vizé, stamina kell. Madex felvágós. Komolyan Madex, ha nem ismernélek, azt mondanám, hogy dicsekedsz. De ismerünk és tudjuk, hogy dicsekedsz. Búbos bán, nem is, búbos bán, ez itt fog maradni mellettem, ma akkor már fölmegyünk. És nyomjuk. Enforcerekből összezettem majdnem 300 fémet. Ah, szép. Jöhet is el. Aha, viszont. Kamencébe. A kamencébe. Ja, meg is van a 300. 335 egész pontosan.
Már megették az összes húst, az anyátok fülit. Fúra jól néz ki, a vagány metál. Egyek hiába, mint kellene, de azon még majd tudunk javítani. Úgyni. Ez hiper. Szuper. Ersek. Meg gyorsan megnézek valamit. Mi úgy csinálsz ti? Ja, ezt a dinókat. Föltöltöm a feeding troughokat. Ennyi állat rengeteget zabál. Oké, és hát, srácok, én amondó vagyok lassan. Ráhagyjuk. Ez egy kicsit... Mi? Aszimmetrikus. Igen. De meg nincs kész. Mert az izé vonalán mentem, ugye van egy kiálló része, ahol a... Ne? A fémöntő van. Tudod, az egy izével kiáll. Csak ott a fémöntő van. És tetejét azt egy hosszabbra csináltam véletlenül azon a részén, és a másik részét is megcsinálom, mert ugyanúgy, ahol a grinder van. Értem, mire gondolsz, ha. Érted? Hogy akkor olyan szimmetrikus lesz a két vége. Ja, nem. Úgyhogy szerintem hagyjuk rá ezt mára ezt. Szerintem is, szerintem éppen letettük, amit le kellett tenni az asztalra. Ez így van. Ma mindent megcsináltunk, gyerekek, amit akartunk. Ez nagyon durva. Hihetetlen. Bizony, bizony. És egész jól csinálunk mindent, úgyhogy sikerült, lenyomjuk a titánokat. Titánt. Titán, bocsánat, csak az egyik titánt, föl szintezni a rexeket. Hát következő részben valószínűleg rexszintezés lesz, aztán megépítjük a jeges birodalomba a kirendeltséget, ahol a rexeket fogjuk tartani. Javol. Azt még egy elég nagy építkezés lesz, de szerintem Bahinat gétekből megcsináljuk, aztán ennyi. Ah, én is arra gondoltam, simán Bahinat gétekből körbepakoljuk és szavasz. Úgyhogy, ja. Szerintem az a fel a következőre. Azt utána megjelent is, addig majd Rexet szintezünk elsőnek, utána építkezünk egy kicsit, az jó is lesz. Utána megyünk, majd megrédeljük Hunt, ő éppen Frykel öltözik. De előtte, gyorsan végigmegyünk, hogy mit történtek ma. Volt egy a Subnautica alatt, az alatt volt, azt még nem olvastam vissza. Robert, ezt a Gamer 12-nek nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakozott az osztályhoz. Köszönjük, itt nálunk. Utána a Prime Face-nek nagyon szépen köszönjük a hostot, csak mint mindig, nagyon köszi szépen Prime. Köszi Prime. Snappy-nek is nagyon szépen köszönjük a hostot, csak mint mindig, köszi szépen Snappy. Köszi Snappy neked is. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük Zsutinak, hogy 3 hónapon keresztül is úgy döntött, hogy támogat minket, nagyon szépen köszönjük. Yeah! Köszi Zsuti! Meg sem érdemeljük, na jó, igazából csak egy kicsit. Csak egy kicsit. Csak egy de tényleg nagyon szépen köszönjük, és köszi nagyon szépen. Sokat jelent ez nekünk. Azt hiszem, te vagy a második 3 hónapos subscriberünk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ki az első? Madex az első. Ja, Madex! Madex, ő best of. Ő best of. És, Madex itt van velünk a kezdetektől. Úgy. Madex is itt van velünk a kezdetektől. Úgy, nagyon a kezdetektől, gyerekek. Abszolút a kezdetektől. Yeah. Úgyhogy nagyon szépen köszönünk mindent, aztán mi megyünk, átesszük magunkat holnapra, holnap sajnos nem lesz stream, de szerdán jövünk egy kis atlasszal. Úgy bizony, gyerekek. Na vajon ki. Úgy, és az atlasz az nagyon jó lesz, beszélni fogni egy normális országot, vagy kettőt, utána megyünk a szigetre, és megküzdünk egy Yetivel. Úgy bizony, úgyhogy témelünk, és megyünk a jeges szigetre fajtolni. Kemény lesz. Az durva lesz. Ugye mi még ott nem jártunk,
Hallottuk, ugye majd. Hallottuk ugye Madextől, meg Imix-től, meg azt hiszem Csiga is mondta, hogy nagyon, nagyon felvágós, hogy nagyon, nagyon durvák a yetik, úgyhogy az érdekes lesz, az jó buli lesz. Szerintem ott fogunk simán megdögleni, így mindannyian. Így csokolom, szevasz, sziasztok. Nem, de jó lesz, jó buli lesz. Csak egy pici Zsuti, csak egy picit felvágós, de megérdemli. Itt van velünk, ő is a kezdetek óta, úgyhogy... Köszönjük szépen, Madex, neked is jó szakát. További szép estét nektek is, srácok, és tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ma este a kezdet nehézségek ellenére. Ez volt a teszt, kitart ki velünk, gyerekek. Úgy. És tényleg nagyon szépen köszönünk mindent, és legyetek jó kis szobatiszták. Jó szakát. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok.